Jó estét kívánok, nagy szeretettel köszöntök mindenkit, az influenzős COVID által tizedelt közönséget, illetve akik előtte és utána vannak, és nagyon örülök, hogy mai beszélgető partneremet, Harnóczy Őrsöt itt köszönthetem. Azt gondolom, itt nem árulok el titkot, mert elég családiasan vagyunk. Itt van Kocsány Kornél barátom, aki egy sokkal fiatalabb nemzedékhez tartozik, és egy kicsit pletykáltam az Ősről neki. És azt mondtam, hogy az Ős egy annyira fontos tényező a kortárs magyar fotográfiában és a fotográfia közelmúltjában, hogy nagyon kevés olyan ember van, akinek nem volt hosszú ideig köze hozzá, a pályáján nem volt meghatározó az, amit Őrs és társai pécsi aktivitásának volt köszönhető. Hát persze az emlékezet az rövid, és gyorsan felejtenek az emberek. Azt szokták mondani, hogy az üzleti életben ismeretlen a hála fogalma, de szerintem a művészeti életben is nem annyira ismert. De hát én könnyű helyzetben vagyok, mert hogy én, mint kívülálló, annak idején is nagyon fölfigyeltem arra, amit Őrs és a többiek csináltak, de Harnóczy Őrsre, mint alkotóra is, aki szerintem, és ezt most látni fogjuk mindnyájan, egy jó kis válogatást hozott nekünk a képeiből, hogy alkotóként is nagyon eredetien gondolkodó emberről van szó. Úgyhogy beszélünk róla is, beszélünk arról az alkotó csoportról, amelyik nélkül jószerűvel nem lehet az ő nevét említeni. Ezt valószínűleg nem nagyon lehet elolvasni, de ez a fókuszcsoport és a fókuszcsoportról készült monográfia. Tehát arról is mindenképpen szót kell ejteni, és úgy általában Pécsről, mert hogy, ja hát itt van a kitűző, tehát hogy enélkül szinte Őrs elképzelhetetlen, tehát az ő identitásának ez alapvető része. Illetve Pécs, a Pécshez való kötődés, ő azóta is ott él, onnan érkezett ide. Erről is fogom őt kérdezni, és erről is fogunk beszélgetni. Születtem Magyarországon, 76 éves vagyok. Fejemben összekeveredtek féldecik és kormányzatok. Bocsánat, hogy ezzel a Cseh Tamás Beremény Géza mottóval indítok, de ez egy kicsit az én filozófiám is, és meg a mi generációnkra. Eléggé ráillik. Mit is kérdeztél? Hogy... Még nem kérdeztem. Ja, bocsánat. Nagyon köszönöm a meghívást, és megnézve a kapa kiállítást, úgy gondoltam, talán össze kéne csomagolni, és akkor menjünk haza. De hát most majd kiderül, hogy... Igen. Ezt ne vegyék komolyan, tehát, hogy de már többszörösen, ugye korábban beszélgettünk Őrssel, erre is készülve meg egyébként, és többszörösen intettem őt, hogy ne szerénykedjen, mert nem fogom hagyni, hogy szerénykedjen. Nincs mire, tehát... Hogy... Köszönöm szépen. Vagy van mire. És mielőtt még elfelejtem, hoztam neked valamit. Ja, Istenem! Hát... Köszönjük a meghívást. Jaj. Hogy puszit nem kapsz, mert most jaj, csak ölelés, igen. Ebbe kéne beletenni, de írni fogok belőle. No, csapjunk bele. És még egy dolog, mielőtt elkezdjük. No. Elnézést. Nagyon szép nacionálét írtál rólam az interneten megjelent anyagban. Két dolgot szeretnék rögtön az elején így korrigálni. Nem tetsz róla, de... Azért javítom, mert nem voltam a Mecseki Fotóklub elnöke, csak ügyvezető elnöke, és azért az más. Micsoda különbség, igen. Igen, és a fókuszcsoportnak se vagyok a vezetője, mert annak nincs vezetője. Tehát vagyunk négyen, öten, attól függ, hogy mikor hányan. Egy teljesen ilyen zajva közönség, úgyhogy... Szörnyű. Igen. Köszönöm szépen. Azt mondtad, hogy születtél Magyarországon, születtél egy családba. Igen. Mit érdemes tudni erről, ha érdemes? Nagyon röviden. A fotó szempontjából elsősorban. Igen, hozzátartozik.
Nagyon röviden, mert akkor reggelig itt ülhetnénk, hogy Magyarországon születtem. Az apám még budapestiek voltak, a nagypapa építészmérnök volt, az apukám itt végzett a 5-ös gimnáziumba, és később katonatiszt lett. És hát második világháború fronton volt, főhadnagyként jött haza, megúszta élve, és hát ugye elszenvedte azt a megkülönböztetést, ami akkor a katonatisztekkel, meg egyáltalán az akkori vezető rétegnek járt. Tehát kisemmizték anyámékat úgy, hogy semmiük nem maradt, és úgy elkerültünk Nógrád megyébe, hogy egy ismerős felajánlott egy állást apámnak Kiskér terénybe, van egy bánya, jobban mondva Kiskér pusztán, és ott dolgozott az apám, mint mindenféle. És én ott születtem, kint a pusztán. Úgyhogy otthon, mire apu hazajött, én már megszülettem. Tehát így került be a születési anyakönyvbe, hogy terény. Egyébként senki nem tudja, hogy hol van. Én is rákerestem meg körül, hogy mondjam. Nógrád megy, egy gyönyörű hely, egyébként érdemes elsétálni arra, vagy elkirándulni. Gyönyörű. Nógrád megy a Magyarország legszebb vidéke különben. Na és hogy kerültél és Pécsre? Akkor röviden, mert mondom, ez nagyon hosszú. Mi történetünk is gyakorlatilag egy közép-európai és egy magyar család története, tehát ezt mindenki elmondhatja magáról. És akkor úgy történt, hogy Mátranovákon éltünk akkor, Nógrád megyében 10 helyen laktunk, az előbb említett okok miatt, és Mátranovákon laktunk, amikor apámat végképp kirúgták a bányától, és egy olyan bányabejárás volt, ezt muszáj részletesen elmesélnem, egy bányabejárás volt, ő kint dolgozott a fatelepen. Akkor éppen rántott levesen éltünk. És jött ez a bejárás, és egy volt osztálytársa volt a minisztériumi küldöttségbe. És megkérdezte, hogy te mit csinálsz itt? Na és akkor azt mondtam, hogy én segítek neked. És 2 hét múlva csörgött a telefon, már hát a illetékes helyen, hogy Komlón van könyvelői állás. Mi az, hogy Komló? Térkép és a többi. Na és akkor így Komlóra kerültünk le 52-53-ba. És akkor én ott kezdtem iskolába járni. Na hadd ne mondjam, hogy Komlót tényleg rövidre fogva, egy ilyen szocialista bányaváros volt, amikor a bátyám, mert ugye itt vagyunk hárman és az egész család, a bátyám, én vagyok a, hát kitaláltó, és a húgom, azt ki lehet találni, hogy ki kicsoda, ugye. És ez Salgótarjánban készült ez a kép, szintén ott is laktunk 3 helyen. És ja, a bátyám általános iskola után ment a gimnáziumba, és az első év, rögtön az elején kirúgták, mert hogy katonatiszt fia ide nem járhat. És akkor mit csináljon? És elment fotós tanulónak. És ez volt az első ilyen dolog, amikor találkoztam a hívónak a illatával. Mert elmentem a Maszekhoz, ahol ő, mint tanuló, ügyködött, és hát baromira tetszett, hogy sötét van, és a többi. Ahogy előjön a kép, az, igen, az lenyűgöző. Hát, no, és eljött az idő, mert én 2 évvel voltam fiatalabb, hogy 8. után mi a fenét csináljak, és üzentek a gimnáziumból, köszönöm szépen, üzentek a gimnáziumból, tehát áttételesen, hogy ez a Harnóci gyerek ne jön ide, mert úgyse vesszük fel. Nos, mit lehet csinálni? És volt egy ismerős, 61-et írunk ám, ne felejtsétek el, a fiatalok nem tudják, hogy ez mit jelent, és kellett egy ismerős, hogy középiskolát elvégezhessek. És így kerültem Szent Lőrincre, ami most már egy város, de akkor egy község volt, mezőgazdasági technikumba. Hát aztán nekem annyi közöm volt hozzá, mint Hajdúnak a harmadik öntéshez. De nagyon jó iskola volt. Egyrészt kollégiumban laktam, önállóságra nevelt, ráadásul volt egy szuper magyar történelem tanár, aki szerintem Európa legjobb tanára volt. Sokkal egyébként több... nagy valószínűséggel büntetésből volt ott. Ő is. Igen. Igen, ezt köszönöm, hogy mondod, mert hihetetlen, hogy ott a legjobb garnitúrát Pestről mind kiszorták, és ott voltak ezek az emberek gyűjtőbe. Na, de mi ennek a hasznát élveztük, már áttételesen, és ott egy fotószakkört is vezetett a Szentgyörgyvári Tibor, már nevét érdemes megemlíteni. És akkor ez a két dolog, hogy a bátyámnak ez a
inspirációja, mert ő sokkal tehetségesebb volt, mint én. Meg ebbe a 60-as években volt egy divat, tehát hogy egy... Ott még nem tartunk. Nem? Volt, tehát egy ilyen fotózási divat, nagyon az elején ez volt igen, ez? Aha. Az eleje. Igen. És Szentlőrinc elvégeztem 65-ben, na most mi lesz velem? Na és akkor lengtem. De a lényeg az, Szentlőrincre, mert nagyon fontos, szintén a tanár, bejártunk Pécsre az akkor alakult pécsi balett előadásaira, 61-62-ben. Most ezt nem tudja senki megérteni, hogy ez mit jelentett akkor. Gondolhatját, azt mindenki tudja, hogy a pécsi balett akkor egy ilyen nagy reveláció volt, és egyszerűen megújította a magyar... A modernitás volt a balettban. Ek Imre az hihetetlen dolgokat. És ezáltal egész Pécs is más lett. Ugye erről majd talán később beszélünk. Szóljatok, ha nagyon hosszú, mert különben tényleg reggeli itt vagyunk. És rám nagy hatással volt ez az egész szellemiség, ez a kultúra. Nem a tánc, mert nem is tudok táncolni, de maga az az egész világ, az valami olyan szinten belejúdott az emberbe, és akkor ez az egész látásmódot mindent meghatározott. Plusz az, hogy én ott egyedül nőttem fel a kollégiumba, ahol osztálytársak között szintén a fele olyan volt, akik Budapestről, Pécsről ilyen elküldött, ott befogadott emberek voltak. Tehát egy ilyen internát. Akkor már azért ez megcsapott, ez az igen, egész igen. dolog. És akkor, mint mondtam, lengtem, viszont a fényképezés már akkor érdekelt, és hosszú a történet, de elkerültem a pécsi szikranyomdába grafikusnak. És hát az akkor, ez a két dolog összeadódott, ez a vizuális világ után való érdeklődés, és az ottani munka. Egyébként elég sok fotográfus van, aki megjárta a nyomdaiparnak különböző részeit, és vagy ott is maradt, és mellette csinálta, hát, hogy vagy utána. Hát, hogy nem mondjam Lengyel Lajost, a Kossuth nyomda volt igazgatóját, aki szintén kéziszedőből lett fotográfus is. Igen. Hát valóban ott nagyon jól éreztem magam, kitárult a világ, kitárulkozott a lehetőségek, és akkor hát ott az ember kitanulta a nyomdaszakmát, és akkor itt az alkalom bemutassam Marsakó Péter barátomat, később a Fókusz csoportban majd szintén meg lesz említve. Együtt nyomdászkodtunk, onnan az ismerettség, onnan is. Ez nem tegnap volt akkor. Ez nem, ez 70-71 ilyes körül volt. Igen, 1971. Nekem nagyon jó volt a nyomda, ugyanis olyan, hogy vonzott az a dolog, és megérezték a munkatársak és a felső vezetők, hogy itt van egy pasas, akire jobban rá lehet bízni ezeket a dolgokat. Mert volt, aki csak munkakörnek tekintette, és kettő után neki már annyi volt. Engem meg érdekelt ez, és így aztán a későbbiek során rengeteg íróval, mindenkivel jó kapcsolatba kerültem. Ugye ott készültek mindenféle könyvek, leutaztak Pécsre imprimálni a dolgokat, barátságok alakultak ki, sőt Budapestre jártam, ott csinálták a filmkultúra újságot, ami szintén egy ilyen vizuális kapcsolatot jelentett a akkori... Szóval ott akkor már úgy pezsegtél, úgy akkor már... Akkor már köszönöm. Ja, igen, köszönöm, hogy lapozol, mert én úgy elfelejtem. Hát találjátok ki, itt vagyok én. Melyik oldalon? Azon az oldalon. Középen egy nyomdászbarát, és a hosszú hajó pedig a Marsalkó Péter, akit az említve megemlítettem. Hát ezek voltunk mi 72-ben mondjuk. És azért akkor már egy kicsit a világ is, tehát már így a társadalmi igen, környezet, igen. politikai környezet is valamennyivel normálisabb volt. Igen, akkor már Pécs is, ahogy szóba került az előbb, a pécsi filmszemléket azt hiszem megrendeztek már 65 körül, és na ez is egy ilyen érdekes dolog volt, hogy a szikranyomdában én csináltam a kitüntetteknek a kutya bőrre nyomtatott okleveleket. Én írtam meg, és a többi. És akkor így, hogy Sára Sándortól kezdve, nem is tudom most felsorolni ezt, ilyenek emberekkel összekerültem. Hát ez van egészen. Meghívtak a filmzáró bulikra, és akkor én, aki siheder ott a sok-sok ember között, persze a sok jó nő között, mint az ember ott baromi jól érezte magát. És akkor szívtam magamba dolgok. Csak a sok jó nőről jutott ez eszembe. Igen, hát úgy elkezdett az ember már komolyabban fotózni, hát elnézést, ha ezt komolyabbnak lehet mondani.
És próbáltam megkörnyékezni a lányokat is azáltal, hogy a nő is legyen, meg fotó is legyen, és akkor így volt egy, az utcámban egy ilyen kis szoborfülke, és hát valahogy mindig izgatott, amikor mentem hazafelé, hogy miért üres, ugye, mert ezt is leverték annak idején. Hát én egy angyalkát oda beállítottam, és ennek az a története, hogy amikor 1977-ben megrendezték Pécsen a nő, hányban volt? 77-ben, igen. Nő 77 nemzetközi fotókiállítást. A később megemlítendő dr. Lajos László szervezte, aki a fókuszt is aztán összehozta, és 105 ezeren nézték meg a kiállítást. 105 ezeren, képzeljétek el, hogy milyen sikere volt. És a katalógusnak, a nyomdába készült a katalógus a kiállításhoz, és a címlapját egy festőmész tervezte, egy grafikus, és nem engedték azt, mert egy női mellett ábrázolt, és a többi, és akkor ugye a pártbizottság, hát azt nem lehet. Hát most meg a Facebook. Engem letiltott a Facebook, mert kitettem a képedet, a körte és a modellje. A igen. Modellen egy zokni van, és kitettem, hogy a fázós modell, de abban a pillanatban le is vettem, ne. Hogy hoppá, ne mondd. De már az algoritmus ne. Megelőzött és büntetésbe helyezett, hogy sértem a szemérmet. Úgyhogy hol a pártbizottság, hol az algoritmus. És akkor Erdős Jánosnak hívták, elkérte ezt a fotót is, ez lett a címlapján, úgyhogy akkor ilyen nagy karriert futott be, egyébként semmi különös, de hát mindegy. Na de az azért neked nagy dolog volt. Nagy dolog volt. Igen, igen, hát közelbe kerültem a lányhoz ezáltal. Na, de hát itt már egészen másfajta fotográfiák is vannak. Igen, tehát... és akkor ezt konkrétan lovagolni is jártam, és ezek ott készültek az istállóba a környezetbe. Tehát igen, ott valahol... Igen? Ja, bocsánat. Tehát, hogy valahol az ember érezte, hogy valamit kell csinálni a fotóban is. Akkor már figyeltem a akkor aktuális nagyokat, vagyis hát óhatatlan volt a fotóiság, meg semmi más tulajdonképpen. Igen. És ahhoz próbált igazodni, illetve éreztem, hogy de hát azért nem, nem a... Hogy mondjam, nem a főtrendhez igazodtál az ilyen szemléletű képekkel? Nem, egyáltalán. Pont azt mondom, hogy valahogy próbáltam eltérni tőlem, éreztem, hogy engem az nem érdekel az a dolog. És akkor hát aztán vannak ilyen, amit úgy megrendezett az ember. Itt volt az időszak, amikor hát nem akartam a világot megváltani, csak így, hogy összejöttek azok a dolgok, hogy albérletben laktam, sok volt a keserv, és a többi, és akkor ez a rohadt világ, és akkor így próbáltam itt megfogalmazni magamba azokat a dolgokat, hogy hát ilyen világlátást. És az ember fiatalon nagyon tud nyafogni. Igen, hát mondjuk ezek is azok. Hát most jó, nem jó, hát bocsánat, majd eldöntitek. Tehát ezek, hát ezek kifjúkori dolgok, így van. 70-es évekbeli fotók, mehetünk. De azért az látható. Az látható, hogy rögtön az első pillanattól kezdve, hát részben nem egy street fotós voltál, nem egy report fotós voltál, hanem hogy folyton gondolkodtál, és valamit akartál a képpel csinálni. Tehát nem egyszerűen megörökíteni, igen, ha jól láttam. Igen, én gyakorlatilag itt megrendeztem a képeket, illetve kitaláltam elsőre magamra. Igen. Igen, tehát ez a utcai street fotó, meg hogy ellesni a pillanatot, ez nem jellemző rám, még a mai napig sem. Mert hogy nem is járok fényképezőgéppel én nap, mint nap, tehát én nekem, amikor van egy ilyen, hogy most én összejönnek a gondolatok, akkor azt valahogy megkeresem, vagy megrendezem, előidézem. Na, majd mutatunk abból is példákat. Ez egyébként milyen érdekes, hogy ebben az időszakban több egymástól teljesen független alkotó. Ez a 80-as évek igen, eleje. Igen, igen, 80-as évek eleje. Dolgozott ilyen kirakati bábukkal, próbababákkal, tehát amikor már, ja. Már valószínűleg ez egy érzület volt, egy korérzület, hogy olyan elidegenedett és hazug a világ, holott a létező szocializmus volt. Ezek ugyanazok a gondolatmenetek. Igen. Így, úgy, amúgy. Na és akkor a megállók. Hát ez is egy visszatérő téma. Tóth Györgynek is van egy megálló sorozata. Mondta, utána néztem a múltkor. Valóban
itt jártam el nap, mint nap, és valahol ezek úgy adták magukat, hogy ez a kívül vagyok, belül vagyok. Hát és végtelen sivár ez az egész. Végtelen sivár, de ott van a pozitívum, a család, a kisgyerekkel. Egyébként, igen, szóval nem is érdekes, de igen. Hát ez egy hasonló a fiatal párban a jövő. Hát arról nem beszélve, hogy maga a megálló egy vicc. Tehát, mint megállik, mint építmény. Hát ezek ugyanazok, hogy keressük a helyünket a világba, itt a férfi-nő kapcsolat, és mit tudom, lehet nagyon sok mindent mondani, hát majd lehet érzékelni, fönnsőkkal jobb. Na, és akkor itt már valamit még pluszba csináltál a képpel. Hát itt próbált az ember még valamit, egy olyan montást, amivel ezt az egészet, hogy széttörlezik ez az egész élet, de mégis egybe van rakva, össze lehet rakni, és portrék csukott szemmel? Igen, ez egy család. Ez is 1980-ban készült, tehát ilyen kicsit. Na és akkor itt van a fókuszcsoportnak a megalakulása ideje, illetve már előtte megalakultunk. Azért itt se egy szokványos csoportképet csináltatok magatokról. Dr. Lajos László, aki itt van talán, azt így tudom mutatni. Kép jobb szélén. Itt van. Ő már a Mecseki Fotóklubba művészeti vezető volt, és érezte, hogy a Mecseki Fotóklub akkor nagyon híres volt előttünk az 60-as években. Tényleg fantasztikus fotográfusok voltak, Halász Rudolf. Akkor most erről egy kicsit beszéljünk, mert ezt kérdeztem az Őrstől, amikor korábban beszélgettünk, hogy majd miről lesz itt szó, hogy én ezt figyelem egy jó ideje, hogy Magyarországon a vidéki városokban hogy van a fotóélet. És nagyobb városokban majdnem mindig legalább egy kiemelkedő van, vagy egy-kettő szervező egyéniség, de Pécsen mindig annyira sok nagyon jó fotográfus volt, és ez így visszafelé is igaz, azóta is igaz, hogy, és az Őrs ezen elgondolkozott már, mondd el, hogy szerinted miért lehet. Valóban, a Mecseki Fotóklubban ugye ilyen nevek talán ismerős, Tillai Ernő az építész, most 92 éves, és fotózik még, és mindig csinálja elég jó képeket, már bocsánat, az elég jó kifejezés, nagy tisztelettel. Lajos László, Halász Rudolf, említettem, a Lantos Miklós, most biztos ki fogok hagyni egy csomó nevet. Hát itt van a kávéház melletti galériában. A Szász János, igen. Pécsi. Az ő munkásságukon nőttünk fel, de ők valahogy úgy kezdtek megöregedni időzőjelbe, és akkor mi voltunk olyan 30 éves fiatalok. Akkor jött ez az új szemlélet, amit hát itt az előző képekben, meg sokkal mások jobban is csináltak. És a Lajos László jelezte, hogy ez a klub egy picit úgy megállt a fejlődésbe, és összerántott minket fiatalokat. Akkor arról mondom, Kálmádi Ferenc, Cseri László, Kálmádi Ferenc fotóriporter volt, Cseri László építésztechnikus, újságíró, később fotós, Borbély Tamás nyomdász barátom, szintén a Szikra nyomda időszakából, akkor vagyok én, ugye, Marsalkó Péter ott hátul, és a Lajos László, aki az alapító atyánk, aki már nem él, nincs közöttünk. És hát így jött létre a fókusz, azóta is meg vagyunk, 30 hány éves, bocsánat, 40. Hát mindegy, 77-ben alakultunk, én már nem is tudom kiszámolni, iszonyatos régen. Együtt működünk, egy-két ember kiszállt, azt majd így menet közben esetleg. Hát ez egy szintén egy érdekes csoportkép. Ez az első kiállítás a Fókusz csoportnak. Nagyon csinos vagy itt a korszellemnek megfelelően. Igen, igen. Ez a végkivágású pulcsi. Tészpulóver. Igen, trapézgatja. Igen. Ez 78-ban volt, azt hiszem, vagy 78-ban volt. A Pécsen a Színház téren az egy nagyon exponált galéria volt, és ott állítottunk első alkalommal. Aknai Tamás nyitotta meg a kiállítást, aki azóta is végigkísérte a fókusz életét. Itt látható a hosszújú fiú, a Kovács fiú, a Kovács Attila, aki szintén az alapítók között volt. Ő az a bizonyos F. Kovács Attila, aki híres film díszlettervező és
és mindent csinál az Attila. Ő tervezte a terrorházának a dizájnját, a Hódmezővásárhelyi Múzeumot. Tehát az egész világban mozog egy ilyen hihetetlen figura. Ő egy-két év után elkerült Pécsről, mert akkor már kicsi volt neki a város. Tehát ez volt az első kiállításunk. Ez pedig egy ilyen munkakép, jellemző, hogy amikor összejött a fókuszcsoport, akkor ott össze-vissza hülyéskedtünk, és mindenki fotózgatott, és ez pont a Kovács Attilának volt az egyik ilyen beállítása, ami jellemző volt, hogy egy kicsit kiszökkentette a gondolkodást. Hát szerintem ez a groteszk látásmód, ez máig jellemző rátok, azt hiszem, a fókuszra. Hát én azt így nem tudom megítélni, de jön belünk. Folyton előjön, így van. Ez a bizonyos Mecseki Fotóklubban az első ilyen közös kiállításunk, ahol föllázott a Mecseki Fotóklub tagsága először, mi az, hogy fókuszcsoport, meg hogy hát mert ez volt a jellemző, tehát ebben az időben jött egy újító kiszakadt nemzedék, igen, és akkor nem engedték. A Szombathelyiek, a Nyíregyháziak, a Esztergomiak. Igen. Hát itt Budapesten is a Fotoművészek Szövetségében is botrányok voltak. Igen. Ebből. De itt aztán a Lajos László szépen elsimított a dolgot, úgyhogy akkor azért megvoltunk egymással, még azzal együtt, hogy nem nagyon értettük, amit ők csinálnak, ők nem szerették, amit mi csinálunk, de a fotóklub az ettől lett erős. Igen. Igen, mai napig is működnek. Ez a fotográfia Szegeden készült 80, nem tudom, 1-2-3-ban, időszámokat már nem tudom, amikor a fókuszcsoport megnyerte a Szegedi Szalon fődíját, mint csoportkiállítást, és a Kálmándi Feri veszi át a fődíjat. Itt ismerkedtem meg Török Lászlóval Szegeden, ismerkedtünk meg Szegeden, erről majd talán később bővebben, de azért itt megemlítem, hogy a Török László itt akkor egyéni kiállítást tudott produkálni, mert előző évben ők nyerték ő nyerte a fődíjat, és akkor ezzel, azzal járt, hogy a következő évben egy nagy kiállítást rendezhet. És az a Laci, aki már akkor megnyerte ugye a World Press fotó nagydíját, és ismert fotós volt, mi akkor ismeretlen vidéki csávok voltunk, és akkor odajött hozzánk, és azt mondta, hogy gyertek, ígyunk egy sört. És akkor a Szőke Tiszára bementünk, és ott iszogattunk, és azóta is tartott a barátság haláláig. Úgyhogy Török László egy ilyen ember volt. Igen. Na, és akkor itt már egy elég izgi dolog, jön. Hát nem is tudom, mit mondjak ezekről. Hát, hogy ez az elszakadás megvan megint, tehát így. Ugyanaz az életérzés, ami korábban volt, talán kicsit máshogy megfogalmazva. Ezek még úgy a 80-as éveknek a képei, amit, hát igen, ez a falaszter, panelvilág, monotónia, napirend, 8-6-ra bemegyek, 2-kor kijövök a gyárból, igen, vagy az a kategória. Igen. Ezeket valahogy próbáltam képben megjeleníteni, tehát ez is ugyanaz a kategória, csak egy kicsit később készült. Ezek ilyen, hát ez is 80-as évek közepe talán. Igen. Portré sorozatok rendre előfordulnak a te pályádon. Tehát, hogy amit azért eddig mutattunk, abból látszik tényleg, hogy egyfajta kísérletező szemlélet, megrendezett fotó, van egy belső érzés, amit valahogy vizualizálsz, és emellett mégis folyton-folyton előjönnek a portrék különböző okból. Igen. Itt arról van szó, hogy a 80-as években Pécset működött egy diaporáma klub, az Pécsi Ifjúsági Házon belül. És én ott is tag voltam, és diaporámáztam. Nem tudom, hogy ismeritek-e, hogy ez mit jelent. Fiatalok tudják, mi a diaporáma? Hát gyakorlatilag nem nagy. Két képet egymásba úsztatva egy különös hatást lehet elérni. Ennek a sebessége is valamilyen mondani valót hordoz magába. Ezeknek az egymás utánisága. Akár lehet zenei kísérlet. Hát igen. Ez egy dramaturgiával megfűszerezve, hogy ha van egy mondani való, akkor egy zenével vagy hanggal megcsinálni. Ezek 4-5 perces klippek voltak tulajdonképpen, és nagyon jó dolog ez a diaporáma, csak a klipvilág, amit ez kiölte ezt a... Hát az igazi klip, igen. Valahol megölte, meg ez a felgyorsult világ.
és nagyon jó dolog volt, szerettük, nyertünk is vele díjakat itt-ott, és ez a sorozat is egy diaporámához készült, hogy egymásra úsznak ezek a srácok, és ebből egészen különleges dolog jött ki, de én diaporámát nem tudtam átrakni digitalizálva, mert az úgy volt, hogy két gépen kellett vetíteni, és akkor hát nagyon macerás. Mondjuk megvolt az a varázsa, hogy tulajdonképpen a közönség előtt képződött. Igen, tehát hiába igen. volt előre kitalálva és előkészítve, a vetítés során állt az össze, és született meg. Akárhányszor vetítette az ember, egy kicsit mindig más van, de igyekezett ezeket úgy azért egyformára venni. Tehát akkor lehet mondani, hogy ez kvázi egy alapanyag volt egy későbbi műhöz, és azért meg, ha most megnézzük, már megint a fénykép jól jár az idővel, tehát az öregedés jót tesz neki szemben sok mindenki mással. A fotónak ez abszolút jót tesz, mert hogy hú, annyira ismerős karakterek ezek az emberek. Tehát egy kor fiatalságát. Hát, pontosan, hogy ezeket a srácokat én megszólítottam, ilyen bandában jártak 80-as évek elején, tehát azért ma már oké, hogy cipóznak meg, nem tudom, de akkor ők még csak úgy lázadtak az otthoni komfort. Hát sokkal szelidebb volt az, igen. Otthoni komfort miatt ezek már lázadtak, de még nem cipóztak, de már úgy. Na és akkor én ezekből gyűjtöttem össze egy csokrot, és próbáltam valami anyagot összehozni, és na akkor meg hát az ember mindig is érdekelt. Jó, lett eddig nem nagyon jött ki egy az egybe, hogy portré, de itt azt hiszem, hogy valahol már elkezdtem, hogy arcokat, embereket is megörökíteni valahogy. Itt a fókuszcsoportnak az élete. Menetel, tündököl. Hát rengeteg kiállításunk volt, jobb, rosszabb, ez Szombathelyen volt, ez Debrecenben volt, itt Acél Elvtárs is megjelent, tök véletlenül egyébként. Ja, azt hittem rajta van. Hát, azt hiszem egy másik képen, azt nem sem. Ezen nincs rajta. Lényeg az, hogy jött, és ez nagyon érdekes, mert megnézte a képeket, és azt mondja. Fiatalok kedvéért, ugye Acél György a magyar kultúra irányítója hosszú igen. éveken keresztül, szóval ilyen döntött elevenek is voltak fölött a kultúrában. És ez a debreceni akkori kultúrházban, amit lebontottak, helyett épült ez az új központ, és megnézte, és így csinált, azt mondja, szedjék le ezeket. De nem szedték le aztán. Na, szóval aranyos volt. Szentendre, a budapesti ifjúsági... És itt takarítanod kellett? Ez a Fiatal Művészek Klubja itt Budapesten. Hát amikor összeraktuk a kiállítást, akkor hát nekünk kellett mindent megcsinálni, mert ez... Hát ott ezért gondoltam én, hogy te vagy a csoport vezetője, mert... Hát ez van, nem tudom, Szentesen vagy Nyíregyházán volt. Hát ezek, ez Nyíregyházán van, azt hiszem, igen. No, ez pedig az a bizonyos nő... 70... Jól látom, hogy ki van igen, ott. Igen, a Nő 77 kiállításnak a zsűrije volt. Ezt csak most vettem észre, az a Kornis ott hátul, nem? Kornis, Brandstetter György, a Pécsi Kultúra is vezető, Molnár Edit, Halász Rudolf, igen, és ő itt lent, Szávai István, ő az valami esztéta volt, szegedi illetőségű ember, úgyhogy ez volt a zsűrje, és a Körtvéesi Laci, aki talán így ismerős a Fotós Berkekben körtenében. Mi segítettük ott a zsűrizést. Hát ilyen primitív módon emeltük a képet. Igen, nem, ide raktuk, oda raktuk. Viszont ez egy baromi jó tanuló lecke volt minden szempontból, mert hát órákon keresztül rakosgattuk. Hát ők meg beszélgettek róla. Ők beszélgettek róla, és az ember csak szívta magába a dolgot, és azt mondtuk, hát ez nem így van, amit mond a Rudi bácsi, de hát az nem érdekes. Ők döntötték el. Igen. Na, itt ez már megint egy teljesen más dolog. Itt. Hol járunk itt időbe kb.? Ez is 80-as évek eleje. 80-as évek eleje. Nyomda. Visszamegyek a nyomdához. Hogy érdekelt, hogy valamit kell csinálni a egyszerű városképpel, mert az olyan szokványos, hogy feketébe megcsinálja az ember is. A nyomdába adatott egy dolog a munkaköröm kapcsán, ez a bizonyos amerikai retus, ami már nincs, mert a Photoshopban már minden megvan. Akkor viszont ez annyit jelentett, ott van egy egész pici kis szórópisztoly,
És az csuda a... dolgokat lehetett vele csinálni. Hát nekünk volt egy ilyen feladat, hogy a nagyon ócska fotókat fel lehetett így javítani a nyomdára. Én egy napilap szerkesztőségében dolgoztam, az MTI külföldi képei csapnivaló minőségűek voltak, és például nekünk volt egy 4 órában egy amerikai retusőr kolléganőnk, aki jött délután, és Brezsnyev elvtársnak szemet fújt meg, megerősítette a vörös csillagot. Mert annyira öreg. Igen. Na, egy csak ilyen esztétikai, szépészeti transzfervalás volt, hogy próbáltam elvarázsolni a meseszerűen a dolgokat. Itt is. Ja, és még hozzátartozott a történethez, hogy nagyított az ember, mert hát otthon csinálta. Akkor az üveglapot bekentem egy kámiak, vagy milyen krém volt? Nem, valamilyen ilyen krémmel, attól ez a, próbáltam egy kicsit elvarázsolni, hogy ne legyen annyira direkt és varázslatos. És akkor egy kicsit ez a homály, ez így besegített, plusz szintén a nyomdatechnikával volt, hát óriási munka volt, egy ilyen kitakaró dolog, hogy ezt meg azt kitakartam, akkor ezt lenyitottam, ezt kifújtam, és a többi száll, ilyen macerás volt az egész. Hát, és akkor itt megmaradt a figura fekete-fehéren, a hátteret pedig egy próbáltam színezni, úgyhogy ezek ilyen dolgok, úgyhogy szerettem a ház sarkokat. Na, egy újabb fejezet. Pécsett megalakult szintén a... Hányban volt ez, Gyuri? 80. Fiatal művészek klubja. Hát szerencsék, köztünk van az alapítójait középen. A szakállos fiú, Orbán György, aki itt elfogadta meghívásunkat és meglátogatott minket. Ez egy olyan társaság volt Pécsett, mind a Budapesti Fiatal Művészek Klubja, hogy itt összetoborozta ott lévő színészeket, képzőészeket, fotósokat, minden művészetiákból. Aki vállalta azt, hogy egy bizonyos szellemiségnek aláveti magát, de tök szabad volt minden. Tehát kicsit így a modernizmus miatt, és így aztán bejártuk, voltunk Pesten, Szegeden, és ez egy félúton Baján történt egy ilyen fotó, és ez egy fantasztikus társaság, ott szintén egy ilyen szellemi burjánzás, úgyhogy itt egymástól nagyon most egy kicsit tartunk. Akkor még térjünk erre a Pécsre vissza, mert ott szerintem nem mondtad el, amit nekem elmondtál, hogy ugye Budapesten FMK legendás hely volt, meg ugye különleges hely volt, hogy nem sok olyan vidéki helyszínt tudok, ahol így összegyűlt volna ennyi fiatal művész, aki ilyen újító szellembe, Pécsen meg összegyűlt. Igen, máshol nem tudom, mennyire van ez így, most Debrecen, Szeged vagy Győr illetően, de Pécset valóban az van, hogy most mi nyomdai ember is, én ennek valahol a kezem között egy csomó kiadvány készült, és ezért is tudom, hogy már a 20-as, 30-as években is nagyon nagy képzőszeti hagyományai voltak. És például onnan indultak el ezek a úgynevezett pécsi Bauhausosok, aki Breyer Marcel nevét talán mindenki ismeri, aki nemrég halt meg, és benne beválasztották az évszázad 10 legjobb építészek közé, aki Pécsről indult, és most a neveket, Johann Hugo, nagyon sokan vannak, bocsánat, most itt egy picit leblokkoltam, de ezek 20-as, 30-as években aztán elkerültek a Bauhausba. És ott és ennek érezhető volt valahogy, ahogy, igen? Igen, ez máig. Tehát, hogy ebbe úgy beleszocializálódtatok. 4 vagy 5 irodalmi újság volt Pécsett akkoriban. Igen. Tehát ez a... Ez se volt jellemző. Igen. Na és akkor nagyot ugrunk. Jó, a 40-es évek az kicsit bonyolult a háború után, meg egyebek, de akkor a jelenkor és rengeteg olyan újság, ami szintén ugye megindult, igen, ott az irodalmi élet az rögtön az nagyon észhezt ért, és a képzőművészet is, tehát a Lantos Miklós, és megint most egy csomó nevet mondhatnék, de nem jut eszembe, bocsánatot kérek tőlük. Ezek mind olyan háttér volt, hogy akarva-akaratlanul az ember belebotlott. Meg ahhoz igazodik nyilván, tehát ha igen, olyan nevek igen, vannak. Hát szándékosan meg... nem utánozott, de nem olyan értelemben, színvonalba vagy törekvésbe. Igen, mert rengeteg nyoma van ennek, hogy rengeteg kiállítás volt, ezeket követtük, és ott onnan a szemeink előtt.
ez a fiatal művészek klubja, azt hiszem Szekszárdon volt fellépés, hogy költők, a mi fotóink, vagy hogy is volt, nem, a versekhez csináltunk képeket, és akkor ezzel így körbejártuk a világot, aztán hát olyan, amilyen mindegy, már el van felejtve, de itt épp a Kulka Jancsi szavalja a verseket, aki akkor ott Pécsen színész. Még nem volt öreg. Igen, igen. Hát nagyon Lang Györgyi, meg, tehát nagyon jó csapatok voltak ott akkoriban. Ez már rendszerváltás ideje. Ez 91-ben volt, azt hiszem, talán a dátuma látszik is, hogy meg 90-ben alapult az. Nem, ez 90-ben, 90 december. 90. Havasi János, aki később majd még megjelenik a képen, kitalálta, hogy a rendszerváltáskor, hogy kell egy dél-dunántúli regionális újság. És ezt ők megszervezték, és felkértek engem, hogy legyek a tördelő szerkesztő, újságtervező, meg egyebek, mert akkor éppen kiléptünk a Szikra nyomdából, mert akkor már jöttek ezek a KFT, vagyis BT-s idők, és hát nem nézték jó szemmel a nyomdába, hogy mi ott ügyködünk, és kirúgtak. És akkor ott álltunk, hogy csináltunk magánvállalkozásokat, és akkor felkérte a Havasi Jancsi, hogy menjek az ECHO a helyzethez. És hát ez egy másfél éves történet volt, és ez egy nagyon szép időszak volt az életünkben, mindnyájunknak. Jó lehet, elfogyott a pénz, és akkor összeomlott a történet, de ez iszonyatos. Ez a 90-es évek elején hihetetlen burjánzás volt a sajtóba, tehát akkor igen. Az egész országban volt egy ilyen érzet, hogy hú, most akkor ugye szabad sajtó, hogy mennyi minden lesz, és beleugrottak bátran az emberek, aztán tönkre is ment a legnagyobb része. Ez így van, és ebben az volt még az érdekes, hogy ez volt az első több mint, tehát ez egy A3-as méretű újság volt, és ilyet még nem csinált senki. És akkor én beleugrottam fejest, mint nyomdai ember, hogy ez négy részből lett összerakva, tehát ez ilyen nagyon barkács módszer volt, de nem úgy van, mint ma, hogy számítógépen megcsinálunk mindent, hanem egyszer kiszedték, barít papírra kinyomtattak szöveget, össze kellett ragasztani, azt lefotózták a fotóhelyét, kiragasztottak, oda be kellett rakni a negatívot, és szóval ami őrület volt, és akkor ez 32 oldalas újság volt, tehát ez kegyetlen munka volt, havi lap volt, még az volt a szerencse, hogy igen, de viszont óriási nagy élmény lehetett azért. Aha. A városba is azért bukott meg, mert Laci, a Jancsinak ez a regionális gondolata, ami megelőzte egy kicsit a korát, és helyét kellett volna, hogy legyen. Mert így benne volt Tolna megye, Somogy megye, és őket nem érdekel, hogy mi van Pécsen, de Somogyban meg nem történt semmi, mert minden Pécs és Bot nálunk történt. És akkor így... Igen, ezt nagyon nehéz belőni mindig. Az érdektelenség egy kicsit, talán így utólag mondhatom, hogy... Ja. Nem emiatt az akt miatt büntetett meg a Facebook. Igen. Hát, nem tudok mit mondani, ez szintén ilyen. Hát egy kicsit az utca és a házak hát stílusa, igen, stílusa. Vagy... És akkor itt még annyit hozzáteszem, hogy a Péterbe tud segíteni. A nyomdában volt egy bizonyos raster, aminek a nevét már nem tudom, hogyha ezt ki lehetne nagyítani, akkor látszik, hogy ez ilyen szemcserács. Uh-huh. És akkor próbáltam kísérletezni, amit kezem ügyébe került mindig akkor valami újat kitalálni, és akkor a nagyításkor ezt én felhasználtam, hogy ettől ilyen érdekes lett, hogy nem annyira éles, de igen. Nem úgy homályos, mint ahogy amúgy egy életlen fotó. Igen. És ettől ilyen... Azért azt jól kapizsgálom, hogy valahogy fotó-fotó, de mindig határterületeken kószáltál, meg hogy azért így, hogy a kép általában érdekel. Mm. Tehát, hogy... Igen, hát ezt most csak én nem is tudom megítélni, de lehetséges most így utólag. Hogy... És ez egyre inkább így lesz, majd figyelj. Ennyi. Na, ez az a bizonyos vers illusztráció, illetve vers szöveghez készült kép, pár, ami még most is jön. Ezek Pálinkás György, aki már nem él köztünk, annak a versére készült. De ilyen Parti Nagy Lajos, Csordás Gábor, ha ilyen neveket mondok, talán akkor az ismerős lehet így sokaknak. Hogyne. Igen. Tehát ők voltak a társaink. Hát ez még a helyzetet illusztrálod? Igen, a helyzetet egyrészt. Másrészt ez 90-valahányban volt.
még 90 helyzet idejébe. Igen. Akkor már szövetségi tag lettem, nem is tudom hányba, 91-be. Tehát friss szövetségi tag lettem, és volt egy ilyen kiírás, hogy mindenki készítse magára önarcképet, amit megjelenítenek majd a szövetség honlapján. Sőt, egy kiállításra is nem, készültek, önarckép kiállításra. Hanem a Fotoművészet című újságból megjelentik. És akkor én ezt készítettem magamról, mert a Körte exponálta le, de így becsavartam magam ebbe a helyzetbe, duplán helyzetbe, és hát ez egy kép, ami. De későbbieknek ez fontos lesz, mert igen, akkor... Beburkolós időszakod van. Nagyatádra kellett mennünk egy kiállítás kapcsán, és felkértek minket, hogy töltsünk ott egy pár napot, tél volt, vagy nagyon rossz idő, hogy csinálunk Nagyatádról fotókat, és akkor hát most mit csinálok én épületekről, és láttam, hogy be van burkolva mindenféle szobor, meg figyfene, és akkor hát engem ez jobban megfogott, és ezeket próbáltam így, hogy ez akkor nem Nagyatád, hanem ez bárhol van, ez másról szól. Hát itt is például ez a betekert vízcsap, ez maga egy ugyanolyan szobor, mint amit ugye ott van egy híres, azt hiszem, faszobrász alkotótelep. Hát ilyenek. Petőfi Sándor, talán. Ez pedig a házigazda, a Sós Gyuri, talán ismerős név. Igen, a kedves feleségével vállalták, hogy megfulladnak egy nejlon alatt. Ez egy kicsit később készült már, de annak analogójája, tehát ez a csomagolás, ez két házzal mellettünk van egy kert, ahol van egy ilyen becsomagolt autó, hát persze nem így nézett ki, és akkor én ezt lefotóztam, kicsit megcsináltam, és hát in memoriam Krisztó néven futtattam meg, mert akkor halt meg a Krisztó, és akkor ő az a csomagoló művész, aki ugye mindent becsomagolt, tudjátok. Igen. Szajnahítók kezdve, a Reichstagig, a szigeteket és a többi. Azért ez az egész varázslat, meg álom, meg szürreál, ez azért így foglalkoztatott téged, ha jól látom. Hát egyszer beszélgessünk majd magámmal, és hát ha helyre tudsz rakni, mert én ezzel nem tudok mit kezdeni. Ja. Na ez már, igen. Szintén egy ilyen... geometrikusabb megközelítés. Na, és akkor itt elmész az abstraktig. Direkt? Vagy nem, csak hát úgy jött? A feleségem csinált egy hurkasültet. Ez annyira prózai. És mondta, hogy mosd már ki. A papikám, mosd már ki a tepsit. Hát én beleöntöttem a vizet, és ez lett belőle. Hát ennyi. Mire jó a hurka? Ez pedig egy pécsi képzőművésznek a emlékére készült, aki akkoriban halt meg, Halász Károly, szintén nemzetközi művész, nemzetközileg ismert művész volt. Neki volt egy olyan munkája, hogy magánadás, és így belebújt a tévé képernyőjébe. És hát ezzel a pécsi csoportnak volt a tagja, akik hasonló ilyen konstruktív művészetbe utaztak, és akkor annak a emlékére csináltam, hogy fürdőkádnak az a kis lefolyó, igen, tekerője, nem tudom mi a fene ez, abban láttam, hogy ott vagyok én, és akkor hát elég furcsa dolog, de hát mindegy, szóval lehet, hogy hülyeség. Ez az első önálló nagyobb önálló kiállításom a pécsi kis galériába. Na majd ezekről lesz külön is szó, ez nagyon izgalmas anyagot. Testrészleteket csináltam, meg elkezdtem barátokat fotózni, mert az ember rájött, hogy kötelessége is van talán, hogy megörökítse a környezetét és az embert, és akkor így ebből volt egy kiállítás. Itt van egy katalógus. Egyébként most nem is tudom, milyennek a sorsa. Hoztam mindenféle könyvet, katalógust, hogy majd a végén, akit érdekel, hát itt azért, ha van, akkor szerintem... Mert a sötétben úgyse látjátok. Hát de itt ránk a fény az úgy áramlik, hogy őrület. Ja, igen. Úgyhogy csak mondd. Hát mindenféle könyv, amit hát persze én követtem el nagy részt, sőt egészen én mindenféle... Hát ezt mindenképpen felmutatjuk majd a kortárs fotográfiát. És... Ja, hát ez is arcok. Ez az első fókusz katalógus, ez is
itt Tamás nyomdájába készült, összeraktuk, amink van, és akkor ez akkor ilyen nagy reveláció volt így a fotós körökben, hogy könyvetek van, meg ilyesmi. Tehát ezt én terveztem meg, és hát ebben így benne van. De még van egy-két példány, nem sok. Szerintem utána talán meg tudjuk nézni majd. Na és volt egy ilyen gondolatom, hogy na tessék, emberi... ezt így érdemes, ugye? Igen. Emberi test, hogy ezt valahogy le kéne fotózni, és volt a Körte barátunk, akit mindenki ismer, és van neki egy műterme, és akkor, mert hogy ezt otthon én nem tudom megcsinálni, mert hogy nekem nincs műtermem, és nem vagyok ilyen fotós, és Laci azt mondta, hogy megcsinál, hogy segít megcsinálni, és odaadta a műtermét. És akkor nekem megvolt az elképzelésem, hogy mit akarok csinálni. Tehát az emberi testet le minimálisan részleteket kiszakítani, hogy ne felismerhető legyen, de épp azon a határon legyen, hogy most az emberi test vagy nem emberi test, de szóval esztétikum szerint mindenképpen. Ilyen szoborszerűvé tetted. Igen, tulajdonképpen ez is lett a címe, hogy fotószobrok. Volt a címe, tényleg. Volt a címe. És akkor így eskicceltem magamnak, mert jött a modell, meg egyéb, hogy akkor nekem... Tehát, hogy megtervezted előre, igen, hogy mit megterveztem akarsz. Megterveztem előre, hogy ne akkor kelljen kapkodnom, mert akkor abban a lázas állapotban, hogy ott fekszik a nő, hát ha az ember elfelejt, hogy mit akar csinálni. Fiúk, rajzoljatok előre. És ezek csináltam ilyen skicceket, és akkor hát úgy nagyjából ezt követtem. Aztán vagy sikerült, vagy nem. Nem is volt jelentősége, de mégiscsak valami irányt adott nekem abban az izgalmakban, úgyhogy hát ezek így készültek. Egy-kettőnek van. Ez a kedvencem. Igen. Itt ezeket azt szerettem volna, hogy ne lehessen így rájönni, hogy most mi is, hogy is van, hogy hány láb, hogy lába kell. De azért itt sejtem, hogy egy férfi és egy nő van. Igen, itt egy... Igen, itt. És nem én vagyok a férfi. Tehát ezek elő, azt hiszem tizenvalány kép készült, ami így... Valaha, tehát hogy én nem emlékszem, tehát hogy láttam ezt az anyagodat, illetve ebből az anyagodból, igen. De nem láttam soha a rajzokat, úgy nem volt kiállítva? Nem. Pedig érdekes. Ezt most tettem elő, hogy készültem erre az ha estre. Ha lesz majd, szerintem érdemes lenne a rajzokkal együtt. Igen. Szóval azért... Körülbelül hol járunk időben, amikor ezt csináltad? Ez 85. 85. Szóval azért bocsánat, ez... 90. Ez már 95. 90. De ez még akkor is, tehát hogy aktban nem ez volt a mainstream, és nem ez volt az elvárás. Már például, hogyha csak visszamegyünk, ha megnézik, itt azért nem makulátlan modellek vannak. Tehát, hogy... Bőrhibák vannak, igen. Tehát ezek valóságos hát testek, és mégis szoborszerű. Nem retusáltam ilyesmit, igen. Hogy ez most, meg nem manöken lett felkérve, igen. Aki igen. Le van kenve. Hát, na, tehát itt próbáltam minimalizálni itt az emberi testnek a rejtelmeit, hogy olyan érdekesen. Hát és itt a fénnyel is kellett dolgoznod. Igen. Ha. Hát ez azért került ide, mert ezeket a fotókat, ezekből a fotókból állítottam ki a pozsonyi fotó hónapon 90-valahányba, nem tudom mikor volt. Ez a Csáder? Ez a Csáder Judit, igen. Ah. Tehát, és akkor itt azt hiszem a szövetség tervezte ezt az igen. Utat. Voltunk egyszer-kétszer, hát nem tudom már követni, most tényleg nem azért, csak összemosódnak itt a kiállítások meg az utazások. Pedig hát olyan sok nem volt azért, de... Na és akkor újabb portrésorozat. Ez is és... 95-ben készült, ez a bizonyos, ezek a testek voltak az egyik igen. Rész, a másik pedig az, hogy itt a barátaimat próbáltam megragadni, vagy azokat az embereket, akik így az életemben akkor fontosak voltak. Ő Pincei Sándor, grafikus festő, képzőművész inkább így mondom. Ő Colin Foster, egy angol szobrászfiú, aki hát itt az ragadott, hát jó barátságban vagyunk a mai napig is, és megszületett a lánya, és teljesen oda volt érte, és nagyon jó barátságban voltunk, és az fogott meg, hogy ez a baromi nagy kéz, hatalmas, aki a kővel
hadonászik, üti a vasat, és a többi, és akkor ezt a gyereket otthon fogta, és akkor így ucikám, szóval ez a, és próbáltam, és belement a gyerek, meg ő is, hogy így a kis teste, meg ez a erős nagy kéz így kontraszt legyen, mert mondhatnák, hogy pedofilia, de hát talán... Hát nem tudom, ma én ki nem merném tenni a Facebookra. Jó, de szóval ő Havasi János, aki hát itt zsebretett fel, kézzel feltűrt ingel, csináltuk a helyzetet, és róla azt kell tudni, hogy aztán későbbek író is, újságíró, nagyon nagy munkássága van. A későbbi francia magyar intézetnek lett az igazgatója Párizsban sok éve. Az honnan jött az az ötlet, hogy meglegyen ez a... Polaroid keret? Hát ezt is a Körtemű termébe ugyanakkor követtem el, csak más alkalommal. Igen. Ez a pozitív-negatív E55-ös filmre. Igen. Hát mert olyan szép. Most lehet, hogy nekem az nagyon tetszett, mert minden újszülöttnek újja, nem tudom micsoda, de hát nekem ez akkor úgy nagyon tetszett, hogy keretbe foglalta, de lehet, hogy ha letakarnánk, akkor is érdekes lehetne, de ez így... Nekem is jobban tetszik, itt csak tőled akartam hallani. Adta magát, hogy mindegyik más. Igen. De hogy a folyadék megmarta, nem marta, mikor vetted ki, hogy mostad ki. Tehát egy kicsit mindig más a szél, és ettől ilyen izgalmas is. Van úgy, hogy belefolyta, de hát azt most nem hoztam el, de az is nagyon érdekes. Sőt, az egy másik történet. És ja, igen, hát ő a dr. Lajos László, aki már többször emlegettünk, a Fókusz alapítója. Egy rendkívüli jó ember volt, szó szerint egy hihetetlen figura volt, aki minket így összetartott, fiatalokat, aki még csikók voltunk, és 8 felé mentünk 6-an. A Laci az ránk nagy hatással volt, és Pál Zoltán szobrászművész. Jegeny és János üvegtervezőművész, már nincs közöttünk, már elhunyt. Ő Weber Kristóf, szintén ismert lehet így országosan, egy zeneszerző fiú, így a kortárs zenének a egyik ismert figurája, de irodalomban is ismerté vált már, mert most egy-két könyve megjelent. Takács Jóska, eszmetörténész, egy ilyen nagyon elvont gyerek, és nagyon jó barát, és szóval ilyen emberekkel érdemes beszélgetni, hogy összefutunk, és ők másképp látják a világot. Fotóhoz nem tud hozzászólni, viszont olyanokat mond, amitől én egy kicsit én látom másképp a világot. Igen. Teresz Zsuzsa, hát divattermező, meg mindent csinál a Zsuzsa, színházi, a rendező, ruhatervező, de egészen extra figura, és itt azt próbáltam megjeleníteni az extraságát a ferdeséggel, hogy nem egyszerűen, stb. Hát ő Wallinger Endre, egy nyugdíjas újságíró, aki nagyon jó kulttúra és rovatot vezetett a Dunanti Naplóba, amíg lehetett, és az megszűnt, majd később ennek hatására hoztuk létre az Ekhu című újságot, amiről majd szó kerül talán. És Endre bácsi volt az, aki nem lehetett leírni az ő idejébe az, hogy Székesegyház. És akkor úgy jelenítette meg az újságcikkbe, hogy a négy tornyú épület a Pécsi. Nem lehetett leírni, mert nem engedte a pártbizottság, ugye a 70-es években még mindig. És akkor így cselesztek őket, hogy a négy tornyú épület. De egy rendkívül jó fej volt. Koszics Attila, zenész, újságíró, szervező, minden, úgyhogy... Azért itt látszólag olyan kevés dolgot teszel hozzá, vagy találsz ki, és mégis annyira elhiszem, hogy itt a lényegét meg tudtad ezeknek a figuráknak ragadni. Ha ez így van, akkor jó. Te is elég jól ismert, igen, tehát hogy ez látszik, hogy... Mindenkit. Igen. Nem az utcáról szólítottam le, itt ismertem őket, és Valkó László, aki most kerekesszékben van, és most volt egy kiállítása, és zseniális a pasi, már ő is 70-valahány éves, sőt talán 80, és olyan képeket csinált, hogy a festményen gyűrött dolgokat festett.
És akkor valahogy adta ez a dolog nekem, hogy a hátteret egy picit így meggyűröm, mert hát az életüket, Auschwitz minden a családját megviselte, és akkor meggyűrte. Meggyűrte, igen. Csószó Gabi is. Hát akkor még Pécsett volt egyetemista, és akkor így belebotlott a közegbe. Ma már nagy menő. Igen. Jancsi, még egyszer ide került, elnézést kérek. Kárpáti Gábor régész, őről azt kell tudni, hogy ő találta meg, vagyis hát tudhatták elvileg, de ő tárta fel a Székesegyházban a Janus Pannonius sírját. Tehát ő, meg nagyon jó barátsága voltunk, a törökkori Pécset ő kutatta meg, és amikor a Szikra nyomdába dolgoztam, akkor mindig beszólt, hogy őrs, gyere most, mert itt leszünk, és akkor a következő, vagy a környező utcákban lementünk, gyorsan elkéretőztem egy órára, és akkor térdig vízbe, mentünk a pincékbe, mert ők tárták fel itt a törökkori dolgokat. Szóval hihetetlen dolgok történtek. Na ezért tiltott le a Facebook. Tényleg. Igen. Hát, ja. Hát ez, ugye itt milyen jó, hogy ez a azt imádtam, a tetejét, meg az oknit. Meg az oknit, igen. És hát tudni kell, hogy a Körtvéesi Laci akkor is már rengeteg nőt fotózott. Tehát ő most is folyamatosan csinálja ezt, ennek a nagy mestere. És hát amikor róla egy portrét kellett csinálni, akkor gondoltam, hogy adja magát. Ez a dolog viszont nagyon hideg volt, és akkor mondta a hölgy, hogy legalább a zoknit. Hát mondom, jó van. És akkor ettől lett ilyen érdekes, hogy nem lehet összetéveszteni a Milói Vénusszal. Itt a nyomdai stúdió, amikor kiszálltunk a nyomdából, akkor Bognár József grafikus, táncos kollégámmal csináltuk ezt a térstúdiót, ami mai napig megy még, de most már egyedül csinálom, mert ő már elhunyt. És egy ilyen, hát egy véletlen van egy ilyen portré rólunk, mert egyszerre nincs az embernek ilyen képe, magamról sosincs fotó, tehát, de ezt gondoltam beemelem ebbe az életműbe, hogyha így, hogy... Hát hozzátartozik az életedhez. Hát igen, hát gyakorlatilag rengeteg nyomdaipari terméket tervezek, csinálom a mai napig, nem tudom, hogy hány könyvet, 100 fölött van talán, vagy még több, most darab-darab, hát mégis elég öreg vagyok ahhoz, hogy már összejön ez a szám. Ez az Echo című újság, ez akkor született meg bennem az ötlet, amikor elhunyt mindenféle kritikai megnyilvános pécsi viszonylatban. Tehát volt, egyedül a jelenkorban voltak kritikai dolgok, inkább színház, de az se azzal a céllal, vagy azzal a indítatással, amit így a hétköznapi embernek szánnak, viszont a Dunántúli Naplóban és egyéb újságokban meg mindenhol megszűnt. És akkor hát, kitaláltam, hogy legyen egy kritikai újság. És akkor ide kopogtam, oda kopogtam, és pillanatok alatt összejött egy bizottság, és sikerült anyagiakban is megteremteni a hátteret. 90-es évek? 95-ben, azt hiszem. 95-ben indult. Hát ma már nem tudom, hogy kalapálnád össze. Hát nem tudom. Igen. És olyan érdekes, hogy 13 évet ment, és pont 2010-ben hunyt el, amikor... Tehát az, hogy akkor 90-ben akkor indult el? Látod, milyen hülye vagyok? Hogy, tehát 2010-ben lett vége, de 13 évig ment, hogy akkor vissza kéne számolni. Most 2007 nem, akkor, igen. Ja, bocsánat. Vagy nem, 97. Kulturális főváros lett Pécs, aha, akkor nem tudtunk már a pénzt szerezni rá, és akkor bedobtuk a törő között, de így is a mi stúdiónk vitte a hátán a dolgot, tehát a tervezést szinte ingyen csináltuk, meg a szervezést, én voltam itt a pénztáros, a minden, tehát itt az adminisztrációt bonyolítottam, elfogyott a levegő. De itt van egy-két újság szám, majd szintén, ha valakit érdekel, akkor ez az újság átfogta a pécsi kulturális életet, a képzőművészetet, a színházat, a mozgást, a táncot, az építészetet, mindenfélét, úgyhogy ez elég havi, két havi lap volt, úgyhogy elég érdekes. Ebből már látszik, hogy
egy mazoista típus vagy, aki így fölvállalsz ilyen ügyeket, amiből olyan nagy személyes hasznod, nem is tudom. Igen? Dehogy nem, hát én baromira élvezem ezt. És hajlandó vagy ilyenekkel foglalkozni, ezt csinálni. Hát, ez szóval azért is fontos, mert ugye majd jön a kortárs fotó Pécsen. Igen. És nem mondom, hogy ugyanaz, mint az Echo, de azért hasonlít egy kicsit rá. Igen. Ez a Mecseki Fotóklub volt 50 éves, és akkor szintén kitaláltam, akkor is még ügyvezető voltam. Kitaláltam, hogy... Ügyvezető csak, igen. Egy üskám nevet, így volt? Így. Hogy legyen valami dokumentum, és hát szintén akkor az Alexandra kiadó, aki pécsi kiadó, mint tudjátok, ma már nem annyira működik, de akkor nagyon is felajánlott a fickó, hogy... Matyi Dezső. Hogy ő finanszíroz ezt a könyvet. És akkor azt hiszem hoztam belőle, itt is van egy könyv, az előhívás, tehát itt uh-huh. egy elég vastag, és benne van a Mecseki Fotoklub története, és hát fotókkal illusztrálva, és akkor ez is az én szervezésem volt. Na és akkor? Eljutottunk kortásig. Itt meg kell említenem megint a Török Lacit, mielőtt még elfelejteném, meg sokan másokat. A Mecseki Fotoklub akkor egy ilyen érdekes műhely volt, mert nagyon sokféle ember fotózott benne, de segítőkészek voltak. Tehát én ezt kitaláltam, hogy legyen egy ilyen, hogy honnan jött az ötlet, már nem tudom megmondani, de elkezdtem szervezni, és a Török Laci akkor a szövetségben, azt hiszem, a Művészeti Bizottság elnöke volt, vagy valami ilyesmi. Igen. És akkor megszólítottam, hogy lenne egy ilyen, rögtön partner volt, és mondta, hogy oké, amit lehet, ők segítenek. És akkor ugye a szövetség kvázi mellé állt a dolog mellé, akkor a város is valamilyen szinten azt mondta, hogy adunk 200 000 forintot, hát akkor se volt egy nagy pénz, de minden. Mondjuk a mainál több igen. volt azért. Na és fölválta a Mecseki Fotoklub, hogy megszervezzük ezt a rendezvényt. Most először így a fizikális dolgokról mesélek, hogy azt hiszem, hogy 10 helyen volt kiállítás, ugye 3 napon keresztül, hogy több órás csúsztatással kiállítások voltak, és mindenhol a társművészet... Mármint megnyitók. Igen. Igen. És mindenhol a társművészeteknek a segítségét kértük a megnyitáson, és akkor így óriási, és belement az éjszakába persze igen. a dolog, de nagyon jó volt, és ami a lényeg volt, hogy ezért tetszik neked is szerintem ez, mert ez volt az első... Mert ott vagyok rajta fiatalon, nem, azért nem arra tetszik. Gondoltam, hanem hogy itt az, hogy akkor a kortárs, hát tehát a kicsik és nagyok összejöttek. Vállalta mindenki így a rendszerváltás utáni első dolog, abban nagy kavarodásban, amikor úgy minden megszűnt, még nem tisztázódott le, nem akult, a szövetség se tudta még igazán, hogy mit sőt, csináljon. Ott nagy feszültségek voltak. Feszültségek voltak, és akkor úgy beletenyereltem én a vidéki srácként ebbe a történetbe. Hát itt vannak. Igen. Várjál. És akkor első 3 évben ilyen nyoma készült ezeknek. Na és hát sikerült megrendezni ezeket a dolgokat, ilyen méretű katalógusokat csinálni hozzá, úgyhogy hát elég nagy sikerrel is. Tulajdonképpen 11 ilyen rendezvény futott le, 5-öt azt én vittem végig, utána elfogyott az erőm, a pénz és egyebek, de átvette tőlem először Török Tamás, aztán a Rabdani nevű fiú, és ők végigvitték, és 2011-ben volt az utolsó ilyen rendezvény, úgyhogy... Ez egy elképesztő dolog volt, és én már akkor is gondolkoztam rajta, hogy pontosan azért, mert azért nagy bizonytalanságok és feszültség, izgalmas is volt ez a 90-es évek, de azért nagyon sok bizonytalanság és feszültség volt, és különösen itt a fővárosban. Tehát ezt szerintem Budapesten nem lehetett volna megrendezni. Tehát nem lehetett volna összebékíteni a csoportokat, az embereket, a fiatal generációt, az öregekkel, a nem tudom micsoda. Tehát, hogy valahogy ez ilyen demarkáció, terület volt Pécs. A vidéki levegő az ilyen jó igen. volt, hogy... Egy-kettő kellettek hozzá a remek pécsi emberek, és kellett hozzá az őrs, Istenem. Aki, hát ezt most itt elmondom, hát ezt el kell viselned, aki mindenkivel szót tudott érteni. Tehát, hogy ő az az ember, aki egyfelől mindent elintézett, ha kérték tőle, és
angyali türelemmel, és ilyen megértéssel és átérző képességgel hallgatta meg a legnagyobb hülyeségeket, és hogy senki nem úgy érezte, hogy nem tudom, el van küldve, vagy hogy ilyen durván helyre van téve, hanem hogy őkkel, és akkor az is csodálatos volt benne, hogy ugye itt a képen is lehet látni, de hát aztán később is ott van például a hátsó sorba a Tillai Ernő, tehát hogy a pécsi fényképészek és alkotóknak az idősebb generációja is itt volt, megbecsülve volt. Tehát Budapesten akkor épp úgy állt a helyzet, hogy ki fog kit kiszorítani és tönkretenni végképp. Erről nem tudtunk természetesen. Mázli. Egyébként még az érdekes, mert ilyen szimpóziont is szerveztünk. Tehát nem csak kiállítás volt, hanem azzal kezdődött, hogy egy ilyen a fotóról való beszélgetés, vita a Művészetek Házában talán először rá. Tehát aztán volt eleje, vagy volt vége, de minden esetre beszéltünk a fotóról, és azzal zárult mindegyik, hogy a fotóklub vendégül látta a fotós társadalmat, és a fotóklub udvarába ilyen nagy főzés, bogrács, gulyás, és minden volt. Az talán még emlékezetesebb volt. Igen, az is fontos mindig. Így van, és hogy azért ahhoz voltunk szokva kvázi, hogy, és most meg ne bántódjon senki, aki nem budapesti, hogy Budapesten vannak a komoly és azért olyan igazán igényes és kifinomult dolgok, és akár vidéken van egy-két ember, de hogy egy ilyen kvázi nagy volumenű és egyébként szakmailag is nagy jelentőségű rendezvény, az nem létezik, hogy egy vidéki városban csinálnak, és a vidéki városból kezdeményezték, mert oké, hogy a Török Laci mellé állt, de ezt ti csinált. Tehát, hogy ez ti kezdeményeztétek, ti hát csináltátok. Utána kellett menni a szponzorációnak, de hát a szellemi hátteret. Hát pont, azért... meg ki kellett találni a programot. Igen, hát nem mindegy, hogy kiket hívtatok meg, kik állítottak ott, kik beszéltek. Akmai Tamás. Meg háttérbe a Kincses. Ja, hát a Kincses. Azért. Igen, mindjárt ő is jön talán. Beke László. Egyébként az Őrs átküldött nekem egy korabeli felvételt, amit a Pécsi Televíziót csinált. A Pécsi TV-t igen. Csinált, igen. És hogy milyen érdekes volt, ugye, hogy ki hogy értékelt. Én nagyon jól éreztem magam Pécsen, amikor ott voltam. Az elsőn ott voltam, az tuti, és aztán még voltam ott néhányon. De így nem tudtam fölmérni, hogy ennek mi a jelentősége a kortárs fotó, meg úgy egyáltalában a fotó szempontjából. És ezen a tévéfelvételen a Beke László tök komolyan mondta, hogy ez fototörténetű jelentőségű dolog, ami itt történik, és hogy ő nagyon reméli, hogy ez minden támogatást meg fog kapni. Hát, igen, hát szó volt róla, hogy ez a háromszög, hogy Esztergom, vagy nem is mi volt, Pozsony volt, Pécs, és talán Esztergom Biennale, hogy ez a három szög, ez így ki tud alakulni. Igen, mert az első komoly ilyen nemzetközi szintű fotófesztivált Pozsonyba csinálták, tehát a mai napig is nagyon jó a pozsonyi igen. Fotóhónap. És hogy akkor itt a magyar, ott a Biennale az meg benne volt. Azt hiszem a Biennale itt említette az Esztergomit még, hogy ez a három, ez igen. Összefogna igen. Magát. Ha voltak rá mozgolódások, hogy talán sikerült, de aztán... Hát, hogy ez Kelet-Európában rendni szokott, tök jó lett volna, észszerű is lett volna, tehát nem valósult én meg. Én kicsit kevés igen. Voltam ehhez, hogy ezt már túlépjem, ezt a magasságot. Hát ezek itt emléképek a... Hát most ugye időznénk itt, akkor végig tudnánk menni, hogy ki kicsoda. Szóval most ez se túlzás talán, hogy azért, aki így érdeklődő volt, aktív volt szakmában, fotóban, képzőművészetben, újra az újdonságokra nyitott volt Minyószert, meg a... Zátonyi. Igen. Hát hogy ez a bizonyos kerti igen. Parti már. Kincses, Vékás Magdi, stb. Igen. Tehát, hogy mindenki ott Effert. Volt. Igen, mindenki úgy érezte, hogy ott kell lennie. Na, most jut eszembe itt, hogy egy csomó nevet említettem, de mindegy, nem szab. Most már nem megyünk vissza egy a pécsi vonatkozásba. Hát a kicsit visszamehetsz, miért nem mehetnénk? Nem. Hát most a Tám Laci meg, tehát... Igen. Tehát nem. Ja, ez a fókuszkönyv.
35 éves volt a Fókusz csoport, akkor a Kincses Karcsival elég jó barátságban voltam, és valahogy megkeresett minket, vagy oda-vissza, nem tudom már pontosan, de ő vállalt, nem, ő keresett meg, igen, hogy fontosak vagyunk, hogy ő csinál egy ilyen monográfiát rólunk. És hát én a kis levéltáros, én minden szírszart elraktam, és adatokat, újság, cikkeket, egyebeket, na és azt ő megkapta. Van időm, tehát ne aggódjál, csak mondjad. Megy a buszunk, jó. és megcsinált ezt a bizonyos könyvet, itt van valahol, és... Az előbb mutattam már. Igen. Mindegy. Majd a végén. Igen. Tehát a Kincses Karcsi megírta, én felkértem a Cakó Zsolt, volt pécsi barátunkat, aki szuper tipográfus, ő megtervezte a könyvet, mert én ebben nem akartam belefolyni, hogy már nem. Más módon benne más. Vagy úgyis. Igen. És a Zsolt megcsinálta, és a lényeg az, hogy akkor a Bánkuti Andrásék megszerveztek egy olyat, ez már ugye most már 5-6-7-8 évvel ezelőtt volt, hogy az év fotós könyve pályázat. Igen. És akkor beadtuk mi is ezt a pályázatra, és meg is nyertük. Igen. Megnyertük, és hát azóta pedig ugye eltelt, mert hogy 5 évenként lesz egy ilyen zsűrizést, kérdeztem az Andrást, nem mondta, hogy akkor, hogy készülődik, de azóta se tudok róla, hogy ez a második megtörtént-e, vagy hogy szervező. Hát minden esetre... Nagy megtiszteltetés volt neki. A könyv az méltó hozzátok, én szerintem. Még annyit, hogy itt a fotót értékelt a zsűri, a tipográfiát, és a nyomdai kivitelezést, tehát három feltétel igen. volt, mert sokan keverik a dolgokat, hogy ki érdemelte meg nem érdemelte meg. Tehát itt a három egységet egyben kellett, igen. vagy a három feladatot együtt kellett értékelni, és így hozta ki a zsűri a fókuszkönyvet, úgyhogy ennek volt ennek a fókuszkönyvnek egy bemutatója itt a mai Manóházba. Az Andrássy út másik oldalán, igen. És hát egy nagyon kellemes este volt, a Kincses Karcsi vezette, Kőrösi Orsolya volt a házigazda, azóta is visszasírjuk, hogy hát, ha még egyszer oda visszajutunk. És hát a társaság, és itt Cakó Zsolt a szélén a feketébe, aki tervezte igen. a könyvet. Hát akkor, itt az első magán jellegű kép. Első magán, mert mondta Klára, hogy élet is legyen benne. Hát későn nősültem, sok kapcsolat volt ővel, aztán összeszűrtük a levet, és feleségül vettem a Szántó Sárát. Mehetünk. És szintén a magánélet, hogy Salföldön, ez is Török Lászlónak köszönhetően egyszer 80-as évek közepén ne jutottam Salföldre. Ez egy pici falu a Káli-medencében, de most már szerintem mindenki tudja, hogy miről, mert annyira benne van a napi médiában is. És akkor... Hát meg a Káli-medence, meg Káli ez a Balaton felvidék, ez azért is joggal megfogott. Ismert lett. Volt egy kis pénzem, és akkor házat venni nem tudtam, és akkor elkezdtem építgetni, és három részből raktuk össze ezt a házat, ahol hát elég nagy forgatag szokott lenni nyaranta. Bár a Sári már nagyon fáraszt. A Sárit nagyon fárasztja, de most már, hogy unokák már nagyobbak lesznek, meg volt két pulikutyánk, akik már sajnos eltávoztak most novemberben, egy kicsit ilyen szempontból könnyebb az életünk, mert ez nagyon lekötött minket. Nadel van fotográfiai jelentősége, köszönhetünk a kutyáknak. Hát te mindent tudsz. Igen, tehát ez a Salföldi, az most ez csak a dokumentum miatt van beemelve. Meg hát azért érdekes szerintem, hogy egyfelől ugye van egy pécsi elköteleződésed, igen. és nyilván nem véletlen a Török Lacinak azért kitüntetett szerepe van a te életedben. Ez így van, és köszönöm, hogy ezt megemlített, mert valóban így van, és az egy olyan Káli-medencében akkor is már rengeteg művész volt, most bocsánat, hogy... Tehát meg kézzel tapintható a vizuális művészet, mert mások is vannak, de nekünk a filmesek, András Ferenctől kezdve, ezek mind olyan emberek, akik ott a környezetben laknak, és hát ezekkel meginni 2-3 sört, vagy inkább fröccsöt, az egy élmény. És a fotósok ott vannak, a Stalder Gyuri a Kék úton, a felesége, a Kovács Melinda oda költözött, sokan vannak a faluban, Somogyi Márk,
Hát a Török Laci volt a szellemi vezér. Egyébként hát és a Török László, aki nem tudná, ugye ő oda gyakorlatilag egy fotográfiai központot álmodott. És meg is valósította. Fesztiválok voltak, vagy hát kiállítások igen. Folyamatosan. Tehát ő gyakorlatilag, és ő is egy olyan személyiség, hogy mindenki elfogadja. És mindenkivel tudott beszélni, igen. Miközben nagyon keveset beszélt. Igen. Tehát nagyon nagy lehetőséget teremtett így a kortárs fotósoknak a találkozására is. Hát az ő barátsága nekem sokat jelentett. Itt az én családomból is van egy pár jelenet, itt a sárja. Ja, bocs. Nem érdekes, mehetünk tovább. Ja, egy pécsi látogatásuk alkalmával, mert hát tényleg egy aranyos házas pár. Itt a Marsalkó Péter. Mert hogy mondtad, hogy igazából neked a fotográfiából ilyen igazi mestered, meg nem tudom én, nem annyira nem, volt. Nem. Igen, mert mindig szokták kérdezni, meg mások hivatkoznak rá, hogy a mesterem XY volt valamilyen szinten, hogy ő nevelte fel, és hát nekem nem volt ilyen, hogy a fotográfia, hogy valaki fogta a kezemet, és akkor így kvázi utánoztam volna, vagy utána... Mert szerintem te nem hagyod, hogy fogják a kezedet. Szóval látszólag ilyen szelíd, pasas, meg úgy mindenkivel szót ért, de úgy megy a maga feje után szerintem. Hát ugye? Jól láttam, mit bólogatnak. Igen, jó, hát Sári is ezt mondja. Na és a Laci volt az az ember, akinek a szellemisége megfogott, és nagyon egy hunron pendülünk, és hát nekem így sokat jelentett, ilyen szellemi háttérként, meg hát a fókuszcsoport, de elmondtam a neveket, persze elmondtam, hogy Borbély Tamás, Kálmándi Feri, ugye, akkor persze azokat elmondtam, csak bocsánat, mert itt amatőr vagyok ilyen szinten, biztos mindenkit, sok embert kihagytam, akit meg kellett volna emlegetnem, de... Nem baj, majd megsértődnek, nem majd győzöl magyarázkodni, ja. Hát a Laciról egy kép, amikor Pécset járt. Szintén Török Laci. 50 éves voltam, és azt mondta, hogy Őrsikém, itt kell csinálnod egy kiállítást a Pajta galériába. És akkor én összeszedtem magamat. Ez ott a Laci galériája. Laci. Salföldön, igen. Igen, Pincei Sándor nyitotta meg. Somogyi Győző, aki ugye híres nevezetes grafikus művész, festőművész, itt azt hiszem valami ajándékot adott át nekem a 50 éves évforduló alkalmából. Na de azért Pécsről se szakadták ki. Nem, sőt, nekem Salföldön is soha nem csinálok fotót érdekes módon. Tehát én ott nem is lett meg engem olyan szinten, mint a város. Uh-huh. Tehát ott most, hogy szembesülök itt a dolgokkal, hogy engem nem érdekelt, hogy én a falut dokumentáljam, mert valami, de lehet, hogy majd egyszer. Nem. Valami. Meg nem vagy egy természetfotó típus, hát, hogy úgy mondjam. Mondjuk más szempontból is föl lehetne dolgozni Salföldet. Uh-huh. Jó lehet, hazudok, mert csináltam 2012-ben egy ilyen 40 perces filmet Salföldről, uh-huh. ahol 5 embert megszólítottam, 5 házaspárt, akik budapestiek, vagy hát városiak voltak, és leköltöztek. Uh-huh. Akik már oda költöztek, és vállalták, hogy ők most faluba élnek. Mondom a neveket, mert azért érdekes Somogyi Jözőék, ugye a Korényi Dalma felesége, Fábián Gusztáv és Szabó Ági a felesége, aki művész. A Guszti az egy építésztechnikus, és ő ezzel a vakolatdíszekkel ott nagyon helyet csinált magának, és most polgármester Salföldön. Akkor van a Lőrinc Péter, aki így nem mond senkinek semmit, de egy ilyen hihetetlen érdekes ember, aki Svájcba jár dolgozni, de ott lakik Salföldön. Most már ugyan nyugdíjas, és ő is oda építette a kis bázisát. És akkor még van aki van még, már csak hú, de hülye vagyok. Ja, a Petrovics házaspár, a két építész, az Laci meg az Marika, és ők is átrakták a székhelyüket Budapestről, de már 35 éves Alföldre. És akkor ezeket én fölfűztem egy csokorba, és csináltam egy ilyen kis klippet, úgyhogy ha valaki rámegy a
Google-ba is beírja, hogy Salföld 2012, és van 40 perc, akkor megnézheti ezt a filmet. Úgyhogy baromi érdekes, ilyen szociográfiai történet tulajdonképpen. Tehát falut én nem fotózom most visszatérve, de nem tudom miért, csak valahogy nem. Na de most Pécsen nem fotóztál, és fotózol. A ez megint egy portrésorozat, igen. Megint egy kicsit más, nem műterem, nem is megvacakolt, megmanipulált. Ezek... Ez az ember, és engem az érdekelt, hogy ugye a múlttal kapcsolatban mindig lefotózták a ház, a portál előtt a klasszikus kocsmárost, a rőföst és a nem tudom micsoda. Igen, számos ilyen régi kép igen, van. És igen. Akkor én ezen ugye elgondolkoztam, hogy most miért nincs ilyen, és akkor egy csomó embert így fölkértem, akikkel jó barátságban voltam. Ez a Király utca, most akkor még Kossuth Lajos utca volt. Király utcában így végigmentem, és mondtam neki, hogy ez jó van. És hogy kicsit más legyen, mint a többi, hoztam egy létrát, hogy én kiemeljem ebből a hétköznapi dolgból. Másrészt, hogy a... Hát mert volt, akinek fönt volt. Egyrészt volt a portál miatt, igen. És magasabb volt, és ezt úgy mindenki meghökkent, és úgy vállalta azt, hogy hát azóta persze mind megszűnt. Ami itt van. Ez és akkor maga. Megint újabb tartalom a régebbi ez fotónak. Ez megint a régebbi fotónak, mert hogy megint átalakul a világ. Ugye itt most az, hogy könyvesbolt, meg órás, itt mindenből kocsma lett már. Ugyanúgy, ha meg vendéglátóegység. Tehát egy hihetetlen dolog, hogyha ezt külön elemeznénk. Igen. De hát, igen. És hát a portálok is érdekesek, de megint a karakterek is érdekesek, amik egy korra... roppantul jellemzőek. Így ez főleg utólag nézve, ez nem tudom ki, hogy van vele, de ezt minél több ilyet nézek, ezt egészen elképesztőnek tartom, hogy mennyire mindenkire a kor, amiben él, az valahogy, és nem csak az öltözék meg a hajviselet, hanem valahogy úgy... 10 év múlva már milyen régi. Igen. Hát, hogy ti is értetek egyre. Itt azt hiszem, hogy a Péter érdeme volt, sok-sok idő után itt összerántotta a fókuszt, és 2000, nem is tudom hány. 96. Ez 96, akkor... 2009. Itt ebbe a bizonyos Parti Galériában csináltuk a kiállítást, és azóta megint működik a fókusz teljes gőzerővel. Itt pedig szintén a Péter ötlete volt, tehát mégiscsak van más vezető is. Az ő ötlete volt, hogy csináljunk egy galériát. Akkor kiürültek a pécsi üzletek, szintén ugye igen, most igen. Is vannak ilyen, ez egy folyamat, hogy mindig üres. És akkor elintézte, hogy egy helyen, akkor Balgóért megkaptunk egy helységet, hogy csináljunk egy fotókiállítást. Uh-huh. Az volt a terv, hogy esetleg befészkeljük magunkat, és akkor egy rendes galéria lesz. És ez sikerült? Hát fél évig bűködött, és akkor berakták a szovjet festőket, és akkor az úgy összekeveredett már, és akkor feladtuk. Ez belülről, belülről itt voltak a fókuszképek. Egy jó kis tér, így van. Itt 30 akárhány éves volt a fókuszcsoport, és a Művészetek Házában volt a kiállításunk, és Bertók László, aki Kossuth Díjas költő volt, és nagy barátunk volt, és elvált, hogy megnyitja a kiállítást, azóta már sajnos ő sincs köztünk, és hát a Kincses Karcsi megtisztelt minket. Nagy szigorúan nézett. Igen, azt hiszem, itt volt a könyvátadás valahogy, aha. Annak a könyvnek az átadása is, igen. És akkor itt a... egyik tiszta szobában volt egy beszélgetés. Ez pedig volt egy olyan kiállítás, hogy a Cseri Laci találta ki, hogy pécsi arcok. Tehát, hogy ami könnyű volt minket belevinni, mert a Péter szinte naponta fotóz az embereket, én is ugye vevő voltam rá, és a többiek is hajlottak arra, hogy akkor örökítsük meg, és akkor így neki indult, és mindenki csinált 10-20 X főt kiválasztottuk, és akkor 100 alány ember volt kiállítva így a fotókon. Hát egy kicsit sematikus a kiállítás, mert ugye ez ilyen, a galéria az nem nagyon volt alkalmas másra az installáció elhelyezése miatt, de ilyen nagy, egy-egy nagy, pontosabban négy ilyen nagy fotóval megtörtük vagy próbáltuk megtörni az egyhangúságot. De hát ez mellékkérdés. Ezek meg az én fotóim. Ez Bence Zoltán
talán építész, aki most már Pesten él, de pécsi vonatkozó. Tehát ezek a te pécsi arcaid. Ez az én pécsi arcaim, igen. Ágoston Zoltán a jelenkornak a szerkesztője, tizenvalány éve. Éppen most milyen díjat kap? Valamilyen díjat kap majd a, megint, a Zoli. Megint odafigyelsz a keretre. Igen, valahogy ez érdekes volt. Fülöp László, mi vagy te, Laci, tulajdonképpen? Épületgépészmérnök, köszi. Mindig elfelejtem, pedig van egyszerű. Ő nagy természet barát, és megfigyeltem, hogy a háza mellett kinő a gaz, de azt nem tépi ki, mert hogy az növény. És akkor próbál. Hát és ezt beéri a korszerű kertészkedési és mezőgazdaskodási filozófia, és mert ma abszolút nem javasolják a gaztalanítást, kapálást és tessék. Tehát így, kora előtt járt. És akkor világos nem gépek közé fogom rakni, hanem a kertjében egy ilyen burjánzó kert van, és akkor hát ott. Ezt imádom, ezt. Ez pedig az én kedves feleségem, egy lovas terapeuta, vagy hogy mondják ezt? Igen. Igen, kimondani is nehéz. És akkor hát, hogy ne maradjon ki a sorból, csináltam egy olyan képet, ami nem olyan sablonos. Meg ez pedig szintén egy aranyos kis baráti lány, aki trafikos, és mondtam, hogy... A nemzeti dohányboltos. Én nem mondom, hogy le kéne fotózzalak, mert egy sorozat... Hát csinálj velem, mint akarsz. És akkor felkaptam, fölütettem a pultra, hogy na tessék, hogy... Hát ez meg egészen hihetetlen. Kutyasétáltatás közben a mecsek egyik zugában felfedeztem egy házat, ahol lakott ez az ember, aki kecskéket tartott. Amúgy modell volt a művészete gimnáziumban, vagy az egyetemen is modellt ült. És akkor összebarátkoztunk, így kutyasétált közben mindig találkoztunk, beszélgettünk, és akkor mondom, ezt az embert meg kell fotózni, mert ez olyan érdekes volt. Hát ő lett. Így. Ez meg egy munkanélküli, most éppen könyvtáros állásban volt ez a fiú, egy ilyen fiatal, ilyen nem találta a helyét, és ez talán úgy benne van ebbe az egészben, hogy ilyen teszem-veszem, nem tudom, hogy ki vagyok, mi vagyok. De olyan jó pofa gyerek. Ez egy orvos, idős orvos hölgy, aki a családi ismerős valamilyen szinten, és hát nagyon érdekes arca van, és akkor engem ez így elég szuggesztív tekintet. Igen. Hát ide járok késeket élezni ez a fiúhoz. Hát egy iparos. Ez Horváth Viktor irodalmár, aki állandóan biciklizik, ő is, és akkor ez így adta magát, hogy Kismányoki Károly, ez is nagy, nagyon már nem él, egy a pécsi műhelynek egy nagyon fontos képzővész tagja volt is, tehát nem is képzővész volt, ő polihisztor volt, mert mindent csinált, és mindenben maximalista volt, és nagyon jó volt, tehát elhunyt. A Nagy Levente egy Bauerfészek nevű antikváriumot vezet, teljesen őrült a srác, télen-nyáron rövid nadrágba jár, nincs olyan könyv, amit ő 5 perc alatt meg ne szerezne, de komolyan mondom, hát félváros az ő raktáraival van tele, hihetetlen, minden fejbe van, de mondod, hogy ki írta, mi írta, fölmondja a Thomas Mannnak az utolsó szögig a dolgot, hihetetlen egy fazon. Hát ő pedig a Vég András, aki hát képkeretőzés hozzá is jártam, és egyszer bementem, hogy András, kéne valamit, és pont ilyen munkában volt, és mondtam, ne mozdulj. Nyár volt. Körte. Ez a kiállítás, igen, erről. Kiállítás, most rövidre fogom már, mert nem is tudom, mennyi az idő, de nem akarok. Ja, itt végigfutunk a... Ja, Párizs. Mert ezek a nemzetközi kilépések. Igen. Odat. Párizsba voltunk kiállítást, és akkor eljutottam a Párizs fotóra, ami hát mindenkinek ajánlom, hogy azt nézze meg, mert az van félelmetes. Hát ez nem fűzök kommentált. Alföldi Robi egyszer fölhívott, hogy jön Pécsre, akkor készítette azt a bizonyos könyvét, akkor gyűjtötte az anyagot. Uh-huh. És akkor eljött közénk, hogy szedjük össze az, ami a fiókban van, ami nem jó kép. És akkor azt mi összeszedtük, és akkor abból kiválasztott egy-kettőt, meg is vette. Azt hiszem egy bekerült a Borbi Tamástól egy fotó a könyvébe. De egy aranyos figura. Hát fókuszcsoport. Hát itt magunkat reklámozzuk. Ez pedig az utolsó kiállításunk tavaly
vagy tavaly előtt volt már, nem is tudom mikor. 21-ben, igen, vagy még, ja, mindegy, a Pécsi Galériában, itt még üresen, hogy itt nekifutottunk, itt majd jönnek ilyen képek, amit hát inkább... De itt új anyagokat csináltatok itt is, ugye? Csak új anyag, igen. Ez egyébként azt hiszem, hogy eléggé jellemző is rátok, hogy mindig ritkán újabb. Veszitek igen. elő a régi szinte dolgokat. Soha, igen. Szinte soha. Itt a Dres Misi, aki ugye nagyon nagy barátunk, itt elvállalta, hogy zenéjen, és az az érdekes, mert megnézte a képeket, itt négyen állítottunk ki, és mindegyikünk egyéniségéhez legalábbis úgy tűnt, hogy a kiállított anyaghoz képest csinált egy zenét magának, és akkor így sétált egyiktől a másikig, és ott átváltott és zenélt, úgyhogy beszarás volt az egész, elnézést, annyira jó volt, hogy ja... Nagyon. Itt a komoly mester az hát előtt. Itt már fáradtak voltunk, én legalábbis. Na és akkor kutyasétáltatásnak még mi haszna van azon ja. kívül, hogy modelljuhászokkal lehet megismerkedni? Igen, van egy ilyen történet is, hogy a két puli kutya, az ugye az embert mindig kézen fogta, és akkor este én vittem meg délbe is őket, föl a meccsekre. És este felé, amikor már ilyen szürkület van, hogy... be lehet látni az ablakokon, és viszed a két kutyát, és óvatatlan, hogy az ember úgy oda néz, hogy itt is ég a villany, be lehet nézni. Egy ilyen földszinti szintű házaknál történik, és anélkül, hogy most én belesnék az ő életükbe, de valahogy ilyen vizuálisan érdekelt, mert ilyen szépségek vannak. Hát azért kicsit van. Be is akarunk lesni, nem? Szerintem nincs ember, igen, aki ne nézne igen, be. Hát igen. Annál izgalmasabb. Azt nem várom meg, hogy a fürdőszobában mikor zuhanyozik a hölgy. Tehát annyi... Sőt, ez olyan érdekes, hogy engem az hozott már gyerekkoromban is legjobban lázba, ha nem valami különleges dolgot láttam ott, hanem ami emlékeztetett a saját életem. Csak azért terítettek vacsorához, de egy kicsit más volt a terítő. Szóval, hogy ezek a kis variációk. Hát itt maga a vizuális szóval, élmény. De hát itt az, nem csak bekukucskált, hanem be is fényképeztem. És befényképeztem, és akkor mondom, egyszer viszem a gépet a két kutyával, meg aztán mentem külön is, és akkor van egy anyag ebből, de itt most csak 5-6-ot szedtem össze, mert itt valaki kirakja a serleget, azonlag, hogy én vagyok a bajnok, ugye, akkor itt tévéznek, meg tehát, hogy milyen élet zajlik ott vajon. Ugye az ember ugye elgondolkozik rajta, hogy néhol olyan kijött az illat is, hogy odaégett a kaja, vagy nem égett oda. Tehát ezek úgy együtt. Meg azért abból a szempontból is nagyon érdekes, hogy ez aztán tényleg csak egy kis részlet, hogy amit így kiragadsz, hogy az mire képes, mire nem, és meg is miféle hangulatot tud közvetíteni, szóval. Na és akkor itt egy új világ kezdődik. Szintén a sétáknak az eredménye, hogy szóval eleve mondjuk szeretem szűkíteni a látványt én valahol, de most itt akkor egy kicsit úgy elkezdtem gondolkozni ezeken a dolgokon, és az, hogy csetlik-botlik az ember így a utcán, és rengeteg ilyen minimál téma van. És akkor van, amit jobban, van, amit kezdő meg tudtam fotózni. Tehát egyszer bekukucskált az ablakokon, aztán elkezdted nézni. Le is nézek, föl is nézek. És akkor ezeket a semmis dolgokat, amik önmagába, ami egy vaslap, ugye? De és akkor ezeket az ember azt mondja, hát ez szép. És akkor azt mondja, esztétikailag próbáltam megfogni, megfelelő időbe oda menni, hogy eső előtt, eső után. Fények, nap, igen. Nap, hát ismeritek ezt a történet. Hát ez szerintem ez csoda, tehát ez... Már bocsánat, ez talán annyira nem, de izgalmasnak de izgalmas, az, igen. Egy ilyen aszfalt földgyűrődik. Mint a hold egész felszín, picike, igen. És akkor ilyen holdbéli táj, és hát nagy mosás után ott volt ez a kötélem, mondom, hát ez annyira izgalmas, hogy hát ezt muszáj megcsinálni. Ennek a párja, hogy egy ilyen elektromos doboz, ami hát egy gyönyörű kompozíció, és egy tárgy, egy ipari tárgy, hát egy ruhafogas amúgy. Ezek most itt vannak olyanok, amik egy picit meglettek balondítva. Ilyen vakolatügyek, és akkor egy kicsit hozzányúlt az ember, és akkor ez a képzőszet határán kóvályul valami. És aztán már egészen megbolondítottad. Igen. Hát ez olyan, hogy most ha visszamész, hogy Mohácson voltunk a kutyát operáltatni. Ugye, a kutya.
a foga meg, és Mohácson van egy ilyen fantasztikus ember. És 40, két órán keresztül 40 percig csinálták a röntgen, és várni kellett. És ott volt az udvarában ez a hokedli ezzel a lavorral, meg a virággal. És lefotóztam. És akkor éreztem, hogy ebben van valami is. Hát ha tetszik, jó, ha nem, akkor meg kitöröm, szóljatok. Szerintem maradhat. Aranyos. Maradhat. Hát az megint ugye a környezetünk, hogy az utcán megy az ember, és ki van dobva a TV-kába, vagy a számítógépnek a doboza, és akkor ezt is úgy megcsináltam, hogy ne csak egy ilyen dokumentumfotó legyen, talán annál több, ha jó, ha nem, akkor lecsó. Hát ezek ilyen vizuális játékok, mert ez szintén egy ilyen vas kompozíció. Kicsit azért ezek úgy visszautalnak szerintem azokra az elvarázsolt házakra és házrészletekre, hogy hát te vagy a... már egy nagyon más világ, de azért nem véletlen köszön vissza. Ez pedig az utcánkban van egy reklámnak kirakva, egy bicikli boltos bicikli javítónál. Föl van lógatva a falra egy ilyen bicikli, és hát egy kicsit megmanipuláltam a történetet, de nekem tetszik, mint ilyen. Ez pedig... Egy kiállítás is képződött ezekből. Igen, ez pedig Salföldön, ez a bizonyos sokat emlegetett Salföldön van. Tavaly a régi iskola helyén építettek egy kulturális központot, ami áll abból, hogy az iskola helyén fölépítettek ugyanúgy egy házat, ami most egy galéria. Hozzá van egy étterem kötve, egy pajta, ez az egész egy jó alakú szerkezet, tehát elrendezésben baromi jó udvarral, tehát egy szuper hely az egész, és az első kiállításra a fókuszt hívták meg, mert hogy kötődésünk van ott. Igen, igen. A művészeti vezetője a Kovács Melinda, a Gerlóci Gábor, talán nevet ismeritek, a Csontvári kutatójának a leszármazottja, és aki szintén budapesti, de Salföldön a háza, és a Petrovics Miki, a ismert házaspárnak a fia. Ők hárman szervezik a kiállításokat, és akkor tiszteletből meghívtak minket ide elsőnek, és elvállaltuk ezt természetesen. Igen. Hát ilyen képek. Ez pedig az utána való kis buli, ez csak a hangulat miatt hoztam el, hogy a kis házunk... Herendi Péter, ha jól látom. Ő igen, ott igen. Volt, meg mindegy is, igen. Csak hogy meg a fókuszcsoport többször előfordulott, és akkor... Szóval itt azért ugye arról van szó, hogy egy nem tudom hány évtizedes... Esünk, iszunk, de fotóról sose beszélünk itt. Értem. Igen. Hát... A Lajos László, aki a mesterünk most, ha így mondom, tehát ő az, aki minket összerántott, és nagy tisztelettel vagyunk felé. Minden évben kimegyünk a... Ja, ez itt most a Török Laci, ez bocsánat, a Török mert Laci. A Lajos László. Igen. És amikor itt vannak a fiúk, akkor Lacihoz is kiszoktunk menni. Igen. Ez pedig akkor történt, amikor... Ugye itt a többször emlegetett Kovács Melinda, aki volt vendégem itt nem oly rég, igen. De még nincs a filmje a YouTube-on. Igen. És a Melinda van megbízva a művészeti vezetéssel a Pajta Galériát illetően. Tehát ő átrendezte az egészet, hihetetlen munkát végez, sőt, a Török Laci életművét is feldolgozza. Igen. Feldolgozta, de folyamatban a dolog óriási munkát végez. És amikor megnyílt ez a kiállítás, akkor hát összehívta a fotós társadalmat, és felkért engem, mint helyi embert, aki végigkövetem ezt az egészet. Amúgy én soha nem szoktam megnyitni semmit, mert nem tudok beszélni, de itt óvatatlan, hogy el kellett vállalnom, és akkor... Igen. Hát a csokor nyakkendő az csak én kis... Ne szabadkozz, jól lát. Itt mondom, igen. Mondandómat, és mindegy, hát dokumentumok az életünkből, mert hogy az élet. Csináltam a Pajta 25 éves fennállása alkalmából a könyvét, azt most nem hoztam el, mert már nagyon sok lett volna, meg ez másról szól, de a Kincses Karcsi szerkesztette, és ketten szerkesztettük, de ő volt a fővezér, és akkor én tipóztam meg raktam össze, és a többi, és tehát egy gyönyörű szép könyv. Ugyanaz a történet, a Török Laci, nem is tudom, 50 éves, vagy dehogy 50 éves, 70 éves volt, és akkor ebből az alkalomból ez az a Fotopoézis című album megjelent. Ez pedig azért érdekes, mert ez a Koszi Csatilla, akit itt a portré között látunk régebben,
feldolgozta a Pécs underground világát, a 80-as, 70-es, 80-as években. És egy ilyen vastag könyvet csinált, illetve hát én csináltam, mert felkért, hogy csináljam meg. És akkor ez az a bizonyos könyv, amit most így csak beemeltem, hogy hát ez is egy hangulatjelem, ugye itt a 30Y énekesen mindenki ismeri, Begszolít, akit hassal is. Van egy ilyen emblémánk, amit kiállításokra hozunk, viszünk, és itt éppen az utcába cipeltük, és hát nagy tetszést aratott, és mindenki odajött, hogy fotózzuk le őt is, őt is, őt is. Szilágyi Szilárd, egy pécsi festőművész kiállítása a galériába, és hát ilyen helyeken részt szoktunk venni, mert érdekel, szeretjük, ismerjük egymást, és akkor hát én ott egy modell voltam, itt pedig. Akiknek köszönhetjük a sorozatot, hát, és egyedi képeket. Meg mindent. Meg mindent. Mindent. Hát na és akkor tovább folytatódik a testképek ügy. Igen. Már itt a végén járunk, akik fáradnak, ne aggódjanak. Igen. Hát, mint mondtam, hogy én próbálom itt most már öregkoromra, lusta is vagyok, meg minden minimalizálni a dolgokat, mert a lényeget kiemelni, és hát egyrészt visszanyúltam a régi testekhez, mert rájöttem, hogy még mindig bőbeszédű a dolog, tehát még jobban lehet szűkíteni. És plusz megtaláltam ezt a bizonyos körformát, ami majd most még jobban itt előtt. Ez nekem ebben a pillanatban jutott eszembe, hogy ez a körforma, ez nagyon játszik nálatok. A fókusz is, a valamiért ez a... Igen. Ez most mond, hogy igen. Hát mert ugye ez a legegyszerűbb és a legszebb forma. Meg a legteljesebb, legteljesebb dolog. Ettől azt hiszem a négyzet az, ami még ezzel hasonló. De ez egy ilyen oldott dolog, és akkor ebbe próbáltam beszorítani a részleteket, és akkor hát mindenféle ilyen titokzatos dolgokat próbálok bele varázsolni. Van, ami sikerül, van, ami nem. És akkor ezzel játszik az ember, hogy... Hát ez, a mostani érdeklődés. Úgyhogy ez még nincs, nem teljesen kidolgozott, csak mondom, már belerakom, mert hogyha itt vagyok. És hát ezek azok, amivel most foglalkozom. És itt most az a nehézség, hogy ez már átmegy egy kicsit a képzőművészet felé is, és akkor én csak outsider vagyok ez a témába, hogy itt egyensúlyozni. De valahogy érzem, hogy valamit írtam. De folyamatosan csinálni. Azt mondtad, hogy a fotóban is outsider vagy. Igen. És aztán azért így végig, nem? Hát tényleg akkor vagy. Bátran. Tényleg az vagyok. Tessék. Úgyhogy... Dolgozz sokat ezekkel. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Remélem nem fáradtak el. Hát így járunk a hosszú és nagy életművekkel, és még mennyi érdekes dolog kimaradt, amit nem említettünk. Jaj. De hát, ha lesz kérdés, vagy... Igen. Mondjad. Én megkérdeztem, amit gondoltam. Csak úgy eszembe jutott, hogy még lehettek volna vonatkozások, amiről beszélhettünk volna. Mert hogy például nagyon izgalmas az, ahogyan a te életedbe mondjuk, ami már most is egy múlt, hogy ezek a kiadványok, a tipográfia és a nem tudom én, tehát amikor azt mondtad, hogy outsider vagy a képzőművészetbe, hát azért jó, hát a tipográfiával az elég hamar beletetted a lábad. Igen. Hát igen, ez így jött, hogy a nyomdában én ezt megtanultam, technikumban tipográfiát azt nagyon szerettem, mert az közben Pestre jártunk a Péterrel, a nyomdapéri technikumba, az is egy külön kaland volt, és az egy nagyon jó iskola volt, az is. És hát persze ez összemosódik, meg hát van egy ilyen ösztönös dolog, hogy nagypapa építészmérnök volt, a nagymama szintén művészeti anyai vonal, anyám is óvónő volt, de neki renget, nagyon nagy ilyen vizuális kitekintése volt, tehát valamik voltak az emberben ilyen gyökerek, amit úgy az ember időnként előhív. Úgyhogy hát ezt tudtam itt produkálni, mert 76 éves vagyok. Köszönöm szépen, hogyha erre tartottad, akkor most megtörtént. Köszönöm.